tudunk a depressziós hangulatról? Hát folyamatosan lehangolt állapotot jelent, ebben gyakran megjelenik az önbizalom hiánya, a lelkesedés elvesztése, és például azok az állapotok, amikor már nem lelünk örömet azokban a tevékenységekben, érdeklődési körökben, amelyel mondjuk azelőtt kedvünk szerint töltöttünk időt. Fogunk még ezekről beszélni, de nagyon érdekes az, hogyha a témában egy kicsit elmélyedünk, akkor az akadémikus orvoslás betegség okainak genetikai, környezet és pszichológiai tényezők kombinációját jeleníti meg, vagyis valaki, akinek pont nem optimális vagy elfogadhatóan normális szintű a hangulat. Na ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy kinél hol a normális, nem megyek ennyire előre. Azoknak környezeti és pszichológiai tényező kombinációját jeleníti meg a genetika után. Vajon mekkora köze van a genetikának a depresszióhoz? Mekkora köze van a depressziós és mániás hangulatváltozásoknak a genetikai alapokhoz? A környezeti változások, amelyek a környezetnek a negatív hatását jelentik, vajon miért hatnak egyesekre egyképpen, másokra pedig másképpen? Mert ha a környezetet tennénk felelőssé, akkor bizonyos helyzetekben mindannyiunknak depressziósnak kellene lennünk. Mindenkire, akire az a környezet hat. Mindenkire az a környezet hat. Ha a környezet a hibás, akkor mindenkire kell hogy hasonlani. Lehet az, hogy... Mint ahogy az esőben minden elázik. Igen. Hogy lehet az, hogy egyesekre juthat, másokra kevésbé? Nagyon érdekes az, hogy mindenféle magyarázattal szolgálnak, de a betegséggel kapcsolatban, mint a depresszió betegséggel kapcsolatban, körülbelül 216 millió embert érint világszerte. Ez az összpopuláció, az összemberiség 3%-át tette ki, és ez egy 2015-ös adat, és nem mehetünk el emellett a téma mellett. És mindenféle statisztikának utána néztem, és azt olvastam, hogy legalább egyszer mindenki átél egy ilyen hangulatot, és ez nagyon kultúrafüggő, Japánban 7%, Franciaországban 21%. Mi változik? Mi lehet ennek az oka? Miért van az, hogy inkább a nőkre jellemző, tartják ezt jellemzőnek, ott is a 20-as, 30-as évek között tornyosul ki a leginkább? Miért van az, hogy emberek egész életet depresszív hangulatban töltenek, míg mások meggyógyulnak, vagy visszatér epizódikus helyzetekbe, ciklikusan vissza-vissza jöhet ez a depresszió kereszt? Nagyon kérlek, hogy világosítsd meg ezt a témát Germán gyógytudományos szemmel. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka, bevezetőt, mert már rá is vezetted a közönséget arra, hogy miről lesz szó, mert tényleg, ha ciklikus, annak is oka van, ha állandósult, annak is oka van, de én is kiemelném, hogy tegyünk különbséget a depresszió és depresszív hangulat között. Egy régi sláger azt mondta, hogy kicsit szomorkás a hangulatom máma. Anyától hallottam. Szóval ez nagy sláger volt. Igen. Azt hiszem Maracki énekelte, de ebben is benne volt, hogy a boldogtalanság okozta a depressziót. Hát igen, amikor a boldogságunkat feltételekhez kötjük, és ezek a feltételek nem jönnek össze, akkor egyezünk meg, hogy depresszív lesz a hangulatunk, de még nem vagyunk depressziósok. És akkor már is tettünk egy nagy-nagy különbséget a két fogalom között, mert igenis ezt a két fogalmat nem szabad összekavarnunk. De ha szeretnél lejátszani? Nem, csak ez a dal nekem is kellemes emlékeket ébreszt, én Darvas Iván előadásában ismertem ezt, igen. De rengetegen énekelték, és nagyon sok emberre jellemző is. De a szomorkás hangulat és a depressziós és mániás hangulatváltozások között van-e
különbség? Persze, hogy van. Hogy ne lenne? Hát ezekbe fogunk belemenni, és tényleg látok mindig új arcokat, vagyis új neveket és új helyszíneket, akik bejelentkeznek, de lényeges mindenképpen nagyon röviden átismételjük ezt, hogy mi ez az öt természettörvény, ki is az a Hammer doktor, hogy tisztában legyünk azzal, hogy amiről itt beszélünk, az kőkemény tudomány, és nem egy filozófiai eszmefuttatás, nem egy hipotézis, hogy mi ketten most úgy képzeltük el, hogy ez valószínű, hogy így lehetséges, mert túl sok könyvet olvastunk el. Nem ezért lesz így, mert ugye a statisztikai adatok ezt bizonyítanák, hanem azért lesz így, mert rájövünk, hogy ennek tudományos alapja van. Márpedig, ha fogjuk tudni valaminek a pontos okát, akkor valószínű, ugye, hogy a megoldást is megtaláljuk benne. Na ezért van az, hogy megoldása másként, mint eddig. Vagyis arra akarsz rávilágítani, hogy ha felismerjük a pontos okát, és az okon változtatunk. Természetes. Jobban mondva, az okra adott reakciónkon változtatunk. Így van. Akkor meg tudjuk oldani. Önmagában az ok megismerése változtatás nélkül mit jelent? Hát, hogy szenvedek tovább tudományosan, ezt mindig elmondom, hogy azzal, hogy valaki megismeri a germán gyógytudományt, de nem tesz semmit, attól még nagyon okosan tud szenvedni. De már tudja, hogy mitől szenved. De nagyon sokan vannak így, mert nagyon logikus rendszerről van szó, az agyunkat fantasztikusan leköti, csak az a jó hírem van, hogy nem kell bevágva megtanulni a germán gyógytudományt valakinek ahhoz, hogy meggyógyuljon bármilyen olyan betegségből, ami a germán gyógytudományhoz kötött. Na és akkor itt már is kiderül, a depresszióról beszélünk, meg mániáról, hogy nem minden tartozik ide. Teljesen felcsigáztál. Vezess be a germán gyógytudományt olyan szinten, hogy bárki megértse, az is, aki most hall erről először, mert nagyon várom, hogy mi is okozza ezeket az állapotokat. Akkor már is tisztáznunk kell, hogy mi tartozik és mi nem tartozik a germán gyógytudománynak a témakörébe, mert hiszen a fizikai szintű megbetegedések, tehát az időjárás, kérem szépen, semmi köze a melegfrontnak vagy a hidegfrontnak ahhoz, hogy én beteg vagyok, vagy rosszul érzem magam, ezek csak emlékeztető körülmények. A hibás táplálkozás természetesen megfelelő emésztőrendszeri dolgokat fog okozni, de az ételallergiák már nem ide tartoznak, az már germán gyógytudomány. A mérgezések, a sugárkezelések, méregkezelések, orvosi műhibák, balesetek, ezek nem ide tartoznak. Ezek teljesen más kategória, ezt azon a szinten kell megoldani, amilyen szinten ezek elindultak. De mik is tartoznak ide a germán gyógytudomány tárgykörébe? Természetesen azok a történetek, amelyek a lélek-agyszerv szinten indultak el. Nos, ezt a nagy felfedezést, a lélek-agyszerv tengely leírását dr. Rike Gerd Hammernek köszönhetjük, akinek a mondatát nem győzöm ismételni, és a weblapon is nem véletlenül szerepel ott, hogy a germán gyógytudomány orvosoknak is betegeknek való, mind a kettőnek, akiknek szívük és józan eszük van. Tehát csupán a józan ész az nem elegendő, a dolgoknak a megoldásához. A józan ész a dolgok megértéséhez kell, de a dolgok megoldásához szükségünk van a szívre. Vagyis arról szól, hogy érzelmileg kell feloldjam azt, amit érzelmileg elindítottam. Hammer doktor történetéről, életművéről külön előadás van, ebben most nem mennék bele részletesen, de az ő lelki megrázkódtatása, ami azért nem semmi, mert a 19 éves fia, akit itt láttunk ezen a fólián, a karjai között halt meg. Ne felejtjük el. És ez indította el Hammer doktornak a heredaganatát. Na most ezt az egészet, ugye, Hammer doktor, amiután nyilván meggyógyult a betegségéből, kemósugár nélkül, ugye,
elgondolkodik azon, hogy amielőtt nem történt ez a nagy tragédia, azelőtt neki nem volt semmilyen különösebb betegsége, tehát kell legyen valami kapcsolat a megtörtént események és a biológiai válasz között. És így fedezte fel a rák vastörvényét 1981-ben, amiről aztán majd kiderül, hogy ugye ez az első természettörvény, biológiai természettörvény, ezután még további négyet fedez föl, de ezt a rák vastörvényének nevezte, és ebben rögzíti a DHS kritériumait, vagyis fiáról, Dirk Hamerről nevezi el azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy lelki szintű megrázkódtatás az agy közvetítésével elindítson bennünk egy szervi választ. Hát ez a lélek agyszerv tengely leírása egy teljes paradigmaváltás a medicinában, teljesen másképpen ülünk a lovon, ugye, végre látjuk a valóságot, mert ezek a történetek fogják okozni nálunk a daganatot, a pszichés elváltozásokat, a krónikus betegségeket, az autoimmun folyamatokat, vagyis mindazokat a dolgokat, amire a medicinának már nincsen válasza, hogy mi is a valós oka, de van rá néhány marék gyógyszerünk, amivel ezt kezelni lehet. Nos, amikor ezeket a dolgokat felfedjük, akkor minden megoldódik. És ez egy fantasztikus rendszer, mert ha szervi szintet tudom, már pedig a beteg ugye a szervi szintű panaszaival jön, akkor abból tudok kérdezni, hogy mi volt az a megrázkódtatás, ami őt érte, és tudom, hogy az agy CT-n hol vannak a lenyomatok. Ennyire egyszerű. De hogyha valaki elmondja, hogy mitől fél, akkor meg tudom mondani neki, hogy ennek mi lesz a szervi válasza, ha nem hagyja abba. Mert már a szervi válasz természetesen elindult, csak nem mindegy, hogy meddig ülünk a konfliktusban. Tehát, ha összefoglalom még egyszer röviden, hogy mi is ez az első biológiai természettörvény, ez magában foglalja tehát a DHS, Dirkheimer szindrómának a kritériumait, ami azt jelenti, hogy mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásról, valójában félelemről van szó, ami váratlanul meglepetésszerűen ért engem, és ezt magányosan, elszigetelten éltem meg. Na most, ez a félelem, ez mindig biológiai félelem, és mivel benne maradok a konfliktusban, ez lesz az oka annak, hogy ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi választ. Akkor már is itt van az első legfontosabb megoldás, hogy zárjuk le békével a napjainkat. Megbocsátással, megértéssel, elengedéssel. Igen, a megbocsátás néha a legnehezebb önmagunk számára, és ez egy olyan problémát vet fel, hogy olyan megoldást kell erre találni, ami kivezet minket abból, amit biológiai félelemnek nevezek. Mert minden, de minden program mögött a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem áll. Ez a biológiai testünk félelme. És a kérdés az, hogy ezt a biológiai testet akkor a biológia fogja vezérelni, és ösztönlényként fogunk élni ezután, mint az állatok kint a vadonban, vagy tudatos emberi lényként a félelmeinket feloldjuk, mert van akkor a tudásunk, hogy ennek alapján erre mi képesek is legyünk. És amikor tényleg érzelmileg, nem agyilag, érzelmileg zártam le valamit, nem úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtek, kérem szépen, ebben semmi érzelem nincs, hanem amikor tényleg mélyről jövő megbocsátás, sőt, hozzáteszem, hála tölti el a lelkünket, mindazért, ami megtörtént velünk, na akkor beszélhetek arról, hogy érzelmi szintű feloldás, mert ez mindig kérdés, és aki ezt meg fogja kérdezni a fórumban, arról tudom, hogy 9 óra 20 perckor még nem volt jelen a webkonferencián, csak beugrott feltenni egy kérdést. Ilyenek is vannak természetesen, de hát ők arról maradnak le, ami pont a lényeges magyarázat. Na most értelmes biológiai külön programokról beszélünk, mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása, és egy külön program, mert csak akkor indul el, ha én benne maradok a konfliktusban.
De az, hogy lelki megrázkódtatás, az senkit ne tévesszen meg, a nagybetűs léleknek semmi problémája nincs, köszöni szépen, jól van. Azt várja, hogy mikor engedem be az életembe, mikor adom át neki az irányítást, hogy ő vezesse az életemet, és ne a biológiai félelem. Na akkor remélem, épp eleget mondtam már a megoldások lehetőségéről. Lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi történik az első természettörvény felfedezése után. Nehogy azt higgyük, hogy Hammer doktor Nobel-díjra jelölték volna, mert drága kollégái elfordulnak tőle, sőt, a munkahelyét is elveszíti, azért, mert nem hajlandó visszavonni a felfedezését. Az előzőleg elmondottakból viszont következik, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, tehát nem az számít soha, hogy mi történt, hanem hogy én azt hogyan éltem meg, és ebből adódik az a következtetés is, ami szintén olvasható a weblapon, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Pontosan azért, mert csak ő tudja érzelmileg elengedni mindazt, amit érzelmileg átélt, csak ő tudja beazonosítani a történetében, hogy mindez hol történt, mert azok a bizonyos sinek, amelyek rögzülnek a konfliktus pillanatában, pont erre emlékeztetik. Na és pont ezek lesznek azok, amelyeknek köszönhetjük az összes krónikus betegségeinket és allergiáinkat. Tehát allergia, krónikus betegség egyenlő, sinen maradtam, mint József Attila. Nem oldottam fel érzelmileg a konfliktusomat. Ennyire egyszerű az egész. Amint érzelmileg lezárjuk, eltűnnek a sinek, és elmúlik az allergia. Tessenek megnézni a laktóz intolerancia gyógyulását, 2,5 perces riport Janka gyógyulásáról weblapon elérhető. Nos, Hammer doktort nem lehetett leállítani, és ő folytatja a kutatását természetesen. Belgyógyász, főorvosról van itt szó, aki egyben teológus is, tehát elvégezte a teológiát a medicinával párhuzamosan, sőt, még fizikából is hallgatott több szemesztert, hogy fizikai szintű tudása is meglegyen. Tehát itt egy fantasztikusan képzett, értelmes emberről van szó. Tehát folytatja a kutatást, és rádöbbenünk arra, akik tanultak tünettant egyetemen harmadéven, azok tudják, hogy vannak hideg meg meleg tünetek, vannak tünetek, amikor a gyulladás, és vannak olyan helyzetek, amikor a beteg betegnek érzi magát, de hideg a keze, hideg a lába, hideg verejték tölti el. Nos, ezek nagyon egyszerű régi megfigyelések, hogyan értelmezzük mindezt biológiai szinten. Látjuk itt a Hammeri iránytűt, ezt a grafikont, aminek van két meghatározó szakasza, a konfliktus aktív és a megoldást követő fázis, mert hogy minden ilyen biológiai külön program két fázisban zajlik. Amikor a konfliktus aktív fázisban vagyunk, vagyis becsapott az Isten nyila, történt valami az életemben, ami váratlanul meglepetésszerűen ért engem, akkor mi történik a legtöbb esetben? Hát minden hallgató volt már stresszes állapotban, nagyon remélem, nem én fogom most stresszes állapotba hozni, tehát akkor ugye ketyeg a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, nyilvánvaló, hogy a hangulatunk sem az az előtti, mert tele vagyunk esetleg gondolatözönnel, úgy mondjuk, hogy zakatol az agyam. Éjjel se tudok aludni, mert a gondolatok verik ki egymást. Mi? Milyen gondolatok? Hogy mindaz, ami történt, az hogyan lehetne agyilag megoldani? Hát itt van a helyzet, de hál' Istennek a biológiai testünk nem az agyi megoldásokkal foglalkozik, hanem a biológiai szintű megoldásokkal. És a jó hírem az, hogy amikor mi teljesen feszültek vagyunk, már akkor kapunk biológiai szinten segítséget. Erről fog szólni a harmadik természettörvény. De mondom, lélek, agyszerv szinten zajlik minden, és ha belenézünk ilyenkor, hogy ez a lelki probléma mit okoz az agyunkba, hát a fenti CT képen látjuk, mint egy céltábla van rávetítve erre a szeletre, erre az
agyi szeletre idézőjel benne, hogy azt higgyük, hogy valakinek itt felvágták az agyát, nem, ez a komputer tomográf vagy CT-nek a felvétele, és látjuk a körkörös gyűrűket. Ha ilyet látunk, az nem azt jelenti, hogy megbolondult a készülék, hanem azt jelenti, hogy valaki feszült idegállapotban van. Na most könyörgök, ha valaki annyira nem őszinte önmagához, vagy éppen egy vele tárgyaló emberhez, hogy bemerje ismerni, hogy neki igenis van problémája, hanem felteszi az állarcot, az állarcára még egy maszkot, hogy azt se lássuk, ugye, most ez a divat, most akkor mit várok én egy ilyen embertől? Ezzel az emberrel nem lehet mit kezdeni, ezt akarata ellenére nem lehet meggyőzni, hogy neki igenis problémája van, hiszen pont el akarja takarni a problémáját. Hát akkor szenvedjen tudományosan. Természetesen orvosoknak és betegeknek, akiknek, mit mondtam, szívük és józan eszük van. Nos, amikor végre megoldódik ez a bizonyos konfliktus, a KM az nem kilométer, hanem konfliktus megoldásának pillanata, akkor a biológiám helyre fogja rakni mindazt, amit a konfliktus aktív fázisban elkövetett a túlélésem, mert teljesen logikus, nem? De bár. A válasz, de bár, de bár. Szóval jönnek a gyulladás tünetei, és mindenki tudja, most kórusban mondjuk legalább 300-an, a 416 hallgatóból tudják, hogy rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár. Vagyis ezt már középkorban leírták, ezzel semmi, de semmi újat nem mondtunk, csak egyetlen problémánk van, hogy amikor megjelenik a gyulladás nekünk, akkor van hatalmas, nagy betegség tudatunk, és futunk a rendelőbe, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Na, itt van a gond. Ha a doki tudja, hogy éppen megoldást követő fázisban vagyok, akkor igen, segít. Gyulladás csökkentő kell ezeket a tüneteket enyhíteni. Ugye ilyenkor a duzzanat nem csak a szervi szinten, hanem agyi szinten is ott lesz, ezt látjuk az alsó CT-képben, két nyíl is mutat arra, hogy két megoldást követő fázisban levő, exudatív fázisban lévő gócot is találunk ezen az agyi térképen, csak hogy lássuk, hogy hát mert doktor teljesen tudományosan igazolt mindent, amit elmondott, itt semmi mellébeszélés nincsen, nagyon exakt. Tehát nyilván, hogy fájni fog a fejünk, és gyulladás tüneteit fogjuk élvezni, de mi lenne, ha ezt élveznénk? Mert ha egy kicsit élveznénk, akkor már nem is fájna annyira. Tehát másfajta fájdalom az, amikor az ember beüti a sípcsontját a sötétben az ágy sarkába, és másfajta fájdalom az, amikor úgy belülről feszül szét minden. Nyilvánvaló, hogy fájdalomról is van külön webkonferencia, meg lehet nézni, de hál' Istennek ez a fejfájásos, gyulladásos helyzet se tart örökké, mert ha megengedjük, akkor eljutunk az epileptoid krízisbe, ami viszont egy kicsit zűrös is lehet, attól függően, hogy éppen milyen programot futtatunk. Már is szólnék, hogy nehogy azt higgyük, hogy a mi fejünkben egyetlen ilyen program fut, hát kérem szépen nem sínek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben, tehát több ilyen program is fut, az egyik konfliktus aktív, a másik megoldási szakaszban. Nagyon szépen ki lehet ezt gombolítani, hogy ki hol tart, minek mi az oka, hol tart, és hogy kell lezárni természetesen. Na de az epileptoid krízisben aztán jönnek a mindenféle görcsök, mondjuk egy nagy hatalmas bosszankotást megoldottam, mit ad Isten, besárgulok. Hát nem a sárga irigység miatt, hanem azért, mert az Oddi-féle záróizom összehúzódik, itt kellene ezen keresztül beérkezzen az epe a patkóbélbe, vékonybélbe, vastagbélbe, hogy megfessen nekünk a kakit, szép barnára, de hát ez nem történik meg, a kaki az banánszínű lesz, és besárgulak a szemeink. Csak mondtam egy igen aktuális problémát, ami éppen most jelenleg van, vagy epileptoid krízisben hatalmas görcseink lesznek, vagy éppen leáll a szívem, vagy túlpörög, és tüdőembóliát kapok. Szóval van itt sok minden, egyetlen jó hírem, hogy az ízületi fájdalmak, a csontfájdalmak itt megszűnnek, na de újra jönnek a hegesedési szakaszban. A epileptoid krízist akkor a teremtő miért találta ki, szivatni akar minket
De, hogy is kérem szépen. A legfontosabb dolog az agyi relének a rendbehozatala. Nos, amit ott látunk az alsó CT képen, képzeljük el, hogy az a sötét folt az megszűnik létezni, és ismét világos lesz, mert kipréselődik a víz az agyi reléből, és ezzel párhuzamosan kipréselődik a víz szervizszintről is, tehát megszűnik a fejfájás, és bezuhanunk a hegesedési fázisba, ami csak annyit jelent, hogy már jó a hangulatom, jó az étvágyam, de olyan gyenge vagyok, mint a kifacsart mosogatórongy. Mitől? Hát ez megint nem szivatás, ez megint csak azt biztosítaná, hogy biológiai szinten legyen szíves, kedves gazdám megengedni, hogy a teste rendbe hozza önmagát. Azért vagyok fáradt, azért vannak ismét enyhébb gyulladásos tüneteim, hogy maradjak vesztek, ne rohanjak dolgozni, hanem maradjak, hogy a biológián be tudja fejezni azt, amit elkezdett az exudatív fázisban. Ott még víz volt benne, most ez a víz kipréselődött, és ez a laza szövet, ez a laza gyógyuló szövet meg kell erősödjön, ez a hegesedésnek a lényege. Na most jön a nagy kérdés. És hányszor fogjuk ezt a programot újra meg újra kifuttatni? Hol fogjuk elakasztani? És ez mit fog csinálni szervizszinten, és mit fog csinálni az agyi központtal? Ugye milyen jó kérdések? És vajon kitől függ mindez? Hát természetesen csak tőlünk, és emlékeztetnék az első legfontosabb megoldásra, nem újjék el nap a te haragoddal. Aki hajlandó, hogy 3 napos képzésre bejelentkezni, az megtanulja azt is, hogy 2 perc alatt hogy lépünk ki egy olyan DHS-ből, ami váratlanul, meglepetésszerűen ért engem, mint derült égből a villámcsapás. Igen, ezekből is ki lehet lépni, nyilvánvaló némi plusz tudásra még ehhez szükség van. A 3. természet törvényben, mint már előre beharangoztam, megértjük, hogy mi történik a konfliktus aktív és megoldás követő fázisban. Van ugye az emberi test, és ha ezt jól megnézzük, akkor sejtekből vagyunk felépítve, és ugye ezek működnek, ha nem működnék, azt úgy hívják, hogy holttest. De hát itt most élő emberi testekkel foglalkozunk, és ha sejtekből vagyok felépítve, amelyek működnek, akkor nyilván, hogy a túlélés érdekében, vagy a sejtek számával, vagy a működés változtatásával tud a testem valamit csinálni, hozott anyagból, mint a jó Schuster. Tehát, vagy sejtet szaporítok a cél érdekében a konfliktus aktív fázisban, látjuk a diagramon, hogy az agytörzs és kisagy által vezérelt programokban ez történik, vagy sejtet sorvasztok az agyvelő és agykéreg által irányított programokban, vagy működést módosítok, vagyis fékezzek, gátolok, és ez erre az agykéreg képes a hozzá tartozó sejtek szintjén. A megoldás követő fázisban természetesen, hogy ennek a fordítottja történik, ez a legegyszerűbb egyenlet, amit megtanulhatnánk. Tehát, ha építéssel kezdtem a túlélésemet, a felesleget le fogom bontani. Ha sorvasztással kezdtem, akkor a megoldásban vissza fogom építeni. Ha megblokkoltam egy működést, a működést vissza fogom állítani. Én azt hiszem, ez mindenki számára egyszerű és érthető. Ha nincs semmilyen biológiai előképzettségünk, rég elfelejtettük már azt is, hogy a sejt miből áll, akkor is ez egy teljesen egyszerű és logikus rendszer. Na de ezek a sejtek hogyan jönnek létre? Hoppá, hát ezek a sejtek, ugye mit jól tudjuk, ha valaki még azt hisz, hogy a gólya hozta, akkor most itt el kell nagyon szomorítsa, mert megtermékenyített petesejtből lett minden sejtünk, minden szövetünk. Természetesen már nem azok a sejtek vannak bennünk, ami születésünkkor volt. Te jó Isten, mi lenne, ha még mindig az lenne? Szóval, a megtermékenyítés ugye apuci és anyuci legójátékának az egyesüléséből történik, és ez elindul gyorsan-gyorsan szaporodni, majd a külső harmadának, a petevezeték külső harmadából beérkezik a mélyüregbe, és ott megtörténik a beágyazódás, vagyis felveszük a kapcsolatot az anyai méh nyálka hártyájával. De csak kapcsolat, hogy ezen keresztül, a kialakuló placentán keresztül kapjunk
mi anyagokat a növekedéshez, és azon keresztül tudjuk átadni az anyagcsere termékeket, aztán anyuci majd ürít. Szóval a három csíralemez lesz az az alap, ami megadja számunkra a megértést és a logikus gondolkodást. Nem szervek szerinti gondolkodás fogja megadni a logikát, hanem a csíralemezek szerinti gondolkodás. Be fogom mutatni Hammer doktor tudományos táblázatát, hogy lássuk, hogy milyen nagyszerűen hozta rendszerbe ezt az egész felfedezést. Nyilvánvaló, hogy az embriológiát, vagyis az egyetfejlődést, azt már egyetemen tanították nekünk alapozó tantárgyként, de ki gondolt akkor arra, hogy erre szüksége lesz majd, ha receptet ír fel. Magamról beszélek, azt mondtam, hogy te jó Isten, miért kell ezt így megtanulni? Aztán kiderül, hogy most nem írok receptet, viszont ez a legfontosabb tudás, hogy megértsem, hogy megsejtünk el, mi történik. Hát szokott ez így lenni. Szóval, hogyha megnézzük jól ezt a rajzot, akkor láthatjuk a sárga, narancs és piros színnel jelzett sejteket, és ezekből a sejtekből bizonyos szervek fognak kialakulni, azok is sárga, narancs, piros színnel jelölve, és ezeket a szöveteket sárga, narancs és piros színnel jelzett agyi képletek fogják vezérelni egy életen át. Ugye a koponya CT-nek a metszetét ott fekete-fehérben látjuk oldalról, ugye, hogy azt látjuk, és hogyha a koponyalappal párhuzamosan csinálunk metszeteket, akkor ezeket a fólia szélén látható alakzatokat fogjuk látni, ilyeneket ma még fogunk látni, hogy tessenek megbarátkozni vele, de nem kell megtanulni ahhoz, hogy meggyógyuljunk. A lényege, csak azért mondom el, hogy mindenkit meg tudjak nyugtatni, hogy olyan, hogy áttét vagy metasztázis nem létezik. Teljesen biológiai képtelenség. Miért? Mert minden csíralemezből csak bizonyos sejtek alakulnak ki, és ezek miután kialakultak, és egy bizonyos idegi központnak az irányítása alá kerültek, természetesen nem fogják életük során megváltoztatni sem a helyüket, sem a főnöküket, sem a működésüket. Tehát a belső csíralemez belül van a sárga, látjuk, a belső csíralemez olyan sejteket biztosít számunkra, amelyek biztosítják a mi túlélésünket. Ez rólunk szól. És a túléléshez mindenki tudja, hogy kell levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ezeknek a működéseknek az irányítását az agytörzs végzi, látjuk ott sárga színnel, nyílirányú metszetben és koponyalappal párhuzamosan készült metszetben, nyilván grafikus ábrázolás. És az a lényeg ennek az egésznek, hogy itt sejtek szaporításával indítjuk a programot. Tehát levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ezeket falatoknak nevezzük, mert ezekre a falatokra szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. Tehát ez rólunk szól. A sárga sejtsorhoz látjuk hozzátapad a narancssárgából egy rész. Nos, ez az ősi mezoderma, ezt a kisagy irányítja, látjuk az agytörzsnek a szomszédságában van, a kettő együtt az ősagyat képezi, zárójel bezárva. A kisagy által irányított programokban is először szaporítunk, aztán bontunk, és az a lényege ennek az egésznek, hogy a kisagy a támadás, gondozás és bemocskoltsági konfliktusokat irányítja, mindjárt még mutatom ezt. Aztán van a narancssárgának a piros sejtekhez tapadó része, ez is mezoderma, de ez már új mezoderma, és a új mezodermális sejtek, kérem szépen, az agyvelő irányítása alá esnek. Ez az önleértékeléssel foglalkozó érzéseinknek a becsapódási helye, az agyvelő, vagy ha jobban tetszik, fehér állomány, és ez természetesen a hozzátartozó szervekben sorvadást fog elindítani, majd részletezem. A külső csíralemez, látjuk, a piros, a külső csíralemez, vagy ektoderma sejtjeiből a külső bőrünk fog kialakulni,
Ez a külső bőr mutatja a piros baba, tehát a bőrünknek a legfelszínesebb részét fogjuk ott megtalálni, és itt az elválasztási konfliktusok fognak szerviszinten megjelenni, nyilvánvaló, ez választ el engem a külvilágtól, az elválasztási konfliktusok ide fognak becsapódni, ezt az agykéreg irányítja, és az agykéreg irányítja, felhívom a figyelmet, még a birtok konfliktusokat. Na ezt látjuk jobboldali felső sorokban, birtok konfliktusok megfelelő agyi relejét becsillagozva kék, illetve lila csillagokkal, és ez már egy igen bonyolult állapot, amit ott van éppenséggel ábrázolunk. Tehát jegyezzük meg, a kialakult sejtek egy életen át azt teszik, ami a feladatok, nincs áttét, nem fog a prostatám csontsejté alakulni, de az írhasejtem se fog, mit tudom én, mivé alakulni. Ez egy teljesen logikus biológiai rendszer. A lényeg az, hogy ebben nem demokrácia van, hanem hierarchia, hála Istennek. Ha demokrácia lenne benne, már kipusztult volna az élet a Földről. Itt látjuk Hammer doktornak a csodálatos táblázatát, természetesen a csíralemez színeiben, sárga, narancs, piros színnel. Látjuk a sárga oszlophoz mi tartozik, az agytörzs által irányított program, ez már csak ismétlés, falat konfliktusok, és ide jön még igen a magány és egzisztenciális konfliktus víz visszatartása. Nemrég került ki a veséről szóló legújabb előadás, ahol a magányosságtól a laborértékekig kifejtettük ezt az egészet, nem akarok belemenni, akit ez érdekel, nézze meg, megéri. A narancssárga osztott tetején a kisagy által irányított programjaink vannak. Vélt vagy valós támadásról beszélünk, tehát elég a támadástól való félelem, szerviszinten az írha, a burkok fognak megvastagodni, a hashártya, a mellhártya, a szívburok, és természetesen, hogy a gondozási konfliktus, vagyis az, amikor én túlzásba viszem az aggódást, az is itt fog szerviszintű elváltozást okozni, hiszen az aggódással én azt érem el, hogy táplálni szeretném azt, akiért aggódok, a szeretett élőlény sorsa miatt aggódom, és ez a tej termelő mirigyállománynak a felszaporodását okozza a férfinál, nőnél egyaránt. Na most a narancssárga és piros oszlopra egyaránt vonatkozik a kezűség vagy kezesség kérdése, tehát itt biológiai kezességről beszélünk, és nem banki hitelhez szükséges kezesről. A kezűség vagy kezesség azt jelenti, hogy mindenki, aki emberi testben él, az vagy jobb, vagy balkezes. Lehet, hogy azt mondták valakinek, hogy két balkezes vagy, de ez teljesen biológiailag értelmezhetetlen megállapítás. A kezesség vagy kezűség kérdéséről a kisagy által vezérelt vélt vagy valós támadások előadásban részletesen beszélek. Annyit kell tudni erről, hogy ez pontosan meghatározza, hogy melyik oldalon jelennek meg a tünetei. Következő program, narancssárga oszlop második rész, ugye az az agyvelő fehér állomány szürke magvaiba fog becsapódni, és ez az önleértékelés, ami kérem szépen önpusztítást jelent, nem csak lelkileg, hanem sejtszinten, vagyis szervi szinten is. Mit jelent ez az önleértékelés? Az önleértékelésnek a témája, hogy miben írtam le magam, ez meghatározza azt, hogy a testem melyik részét bontom, az önleértékelésnek az erőssége, az pedig meghatározza, hogy azon a testrészen milyen szöveteket bontok le. Önleértékelésről beszélek, és nem másról. Senki más nem tud engem letörni, csak én önmagam. Ha elhiszem, hogy ő az okosabb, ő az ügyesebb, ő a jobb, vagyis én magamat nem tartom annyira sem, mint a másik embert. Ez az én problémám. Senkit nem lehet letörni, csak aki ezt megengedi magának, ezt a luxust. Luxus gruppénak nevezi Hammer doktor ezt az egész önleértékelési csoportot, mert ez tényleg egy hatalmas luxus.
Ez az a program, ahol a programnak az értelme a megoldás végén fog megnyilvánulni, mert itt lebontom azt, ami nem biztosítja a túlélésem, és a végére visszaépítek még többet, mint volt, hogy túléljek. És mit bontok le? Csontot, ízületet, inakat, izmokat, ereket, kötőszövetet, zsírszövetet. És még van néhány szövet, mindenre most nem térek ki, akit ez érdekel részleteket webkonferencia anyagban bőven megtalálja. Tehát önleértékelés, önpusztítás, ezt jegyezzük meg. És jön a piros színnel jelzett oszlop, azt mondja, hogy elválasztási konfliktusok, ide jönnek be azok az érzések, amikor nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki közeledjen hozzám. Mind a kettő a bőrön indít el programot, sorvadással, zsibbadással, majd a megoldásban jönnek a kiütések és egyebek. Nagy örömmel olvastam ma egy levelet, itt néhány napja válaszoltam egy hölgynek, nézze meg az elválasztási konfliktussal kapcsolatos előadást, és mit ad Isten, mindenféle szteroid nélkül gyönyörűen rendbe jött a bőre. 95%-ban még van egy kis ideje, hogy ez teljesen rendbe jön, azért ne felejtjük el, hogy a bőrünk regenerálásához 4 hétre azért szükség van, és a legfontosabb az, hogy leállítsuk végre az elválasztással kapcsolatos összes programjainkat, akit érdekel, nézze meg. A birtokkonfliktusokról most nem beszélek, mert azzal külön fogok foglalkozni, és a működésváltozással kapcsolatos programok ott találhatók a piros oszlopnak az alsó részében. Nos, akkor tegyük fel a kérdést, hogy tehetnénk magunkat még betegebbé, mint eddig? Vagy nem ez érdekelje a társaságot? Hát talán nem. Talán nem, de hát ha betegek még, ha 10-20 éve beteg valaki, vajon miért beteg? Egy, meg se oldotta a konfliktusát. Függő konfliktus aktivitásban van, most válaszoltam egy levélre. Az a gondja, hogy egyfolytában szédül, sőt egyre jobban, és már koponya CT-n ki is mutatták a megfelelő helyen az agydaganatot. Húha, akit érdekel az agydaganat, erről is kap természetesen előadást. Erről csak annyit tudok mondani, hogy természetesen szét tudjuk verni magunkat szervi szinten, meg mindenféle más szinten. Természetesen ez azt jelenti, hogy le kéne zárni békével a napjainkat, meg természetesen a múltunkat is. Amikor ez megtörténik, akkor megtörténik az a csoda, hogy a biológiánk rendbe szedi önmagát. Én nagyon örülök annak, hogy mindenki egészséges akar lenni, természetesen, hogy én is azért beszélek, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ha nem sikerült meggyógyulnom, hol kell változtatnom? Pontosan érzelmi szinten. Policiklikus lefolyás szintén azért van, mert nem zártuk le napjainkat, a különböző sínek ritkán jönnek, és újra meg újra lefut, kifut az egész program elejétől a végéig, és hát ez azért szórakoztató, mert mondjuk minden ősszel meg tavasszal valakinek fáj a gyomra, vajon miért? Hát mert ősszel és tavasszal megélt egy nagy bosszúságot, és azt még mindig nem engedte el. Természetesen nem ezzel foglalkozik már, de a biológia emlékezteti a kedves gazdát, hogy ezt a programot le kellene zárni. A függő gyógyulás annyit jelent, hogy túl gyakran jönnek a sínek. Ugyan megtörtént valamit szintű, fizikai szintű változás, átcsúsztam a megoldási szakaszba, de mit ad Isten? Naponta, két naponta újra meg újra sínre kerülök, és elakadt a gyógyulás. Ezek a kék szakaszok, ezek nem az epileptoid krízist jelentik, kezi csókolom, hanem az, hogy újra meg újra konfliktus aktív szakaszba kerültem. Ez itt a nagy probléma. Ezek az esetek jelzik azokat a helyzeteket, amikor valahogy megoldódik a konfliktus, mondjuk a környezet megváltozik, más élethelyzetbe kerülök, de én igazából belülről nem változok semmit, és ugyanazt a helyzetet élem meg konfliktusként, esetenként, esetleg más főszereplő, vagy más segéd lettel, tehát lehet, hogy
hogy engem nem csak a főnököm bosszant, hanem már a szomszédom. Látom, hogy az agyamban turkálsz, agyturkászként tudod, hogy mire gondolok. Pont ezt akartam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy kivel bosszankodok, a biológiámnak ugyanaz segíteni fog, és jönnek a drága epistünetek. Hadd kérdezzek még valamit. Kérdezz. Most én a teljesen naív, laikus közönséget képviselem. Igen. Mi van akkor, hogyha elindul a gyógyulásom, igen, de a gyógyulásom tüneteit én konfliktusként élem meg? Jó, hát akkor megnézzük, a Mitől akad el a gyógyulásom című előadást, és ott 10 pontban foglalom össze. Pontosan ez a legnagyobb veszélye a gyógyulásomnak, hogy nem értem magát a tünetet, hogy mitől van, és ettől újabb betegségeket indítok el. Ez a következmény konfliktus, és aztán így, mint a ledülő dominófal, egyik borul a másikra, és borul az egész történet. És akkor majd ezt fogják nevezni áttétnek, meg egyébként. Ó, persze, az áttétről még beszélünk. De az, amit most mondtam, hogy elindul a gyógyulásom, igen, de van valamilyen tünetem, panaszom, ami már a gyógyulási szakasz sajátja, igen, én ettől megijedek, akkor ez lehet a függő gyógyulásnak a sémája? Hogy van egy gyógyulási tünetem? Nem, az még egyszer, az elindít egy következő programot. Minden egyes megélés egy külön programot indít el. Ez nem egy embernek az összes betegségének az egyetlen ábrázolása, hanem egy emberben lehet egyszerre mind a három. Ajjaj. Mert valaki átverte, mint azt a bizonyost a kerítésen, hülyét csinált magából, agyvérzés, lebénult fél oldalára, és ott van, kérem szépen, még mindig bénán 5 éve. Ez a felső ábra. Policiklikus lefolyással újra meg újra megéri a bosszankodását, mert bosszantja az, ami több. Még mindig a történt, mondom, mert minél intelligensebbek vagyunk, annál több mindent kötünk egy eseményhez. Ő ezen bosszankodik, és amikor ritkán találkozik újra ezzel az emberrel, aki őt átverte, akkor elindul az epés programja, vagy éppen a gyomorfekélye, miért nem? Uh-huh. Attól függ, hogy élte meg. De mivel már félig le van bénulva, most már megérte az önleértékelést, és ez az önleértékelés egy adott helyzetben megoldódott, átment gyógyulásba, és ez a újra meg újra elakad, mert ugye az önleértékelési konfliktusok gyógyulási szakaszában még rosszabbul érezzük magunkat, mint előtte. Na, tehát most nyert teljes értelmet számomra a weblapot fő üzenete, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, mert ilyen mélységben más ember megéléseit nem ismerhet. Nem ismerhet. Tehát ezért kell, ezt csak ő fogja tudni elmondani, nyilván a tüneteiből mindez ki lehet kutatni, és meg lehet érteni. Csak kérdés az, hogy ezután mire hajlandó. Köszönöm szépen a kiegészítést és elnézést. Semmi probléma, vannak, akik először vannak, és ezek a kérdések teljesen, hogy mondjam, egyértelműek és jogosak, de hát ezért vannak a 3 napos képzések, hogy ezekre részletesen ki tudjunk térni, mert itt még a depresszióról egy szót nem ejtettem, és valójában az embereket ez érdekli. A 4. számú biológiai természet törvényben kiderül, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok azok, akik segítenek nekünk, úgymond, a dolgok helyreállításába. Ezek agyi parancsra szaporodni fognak már a konfliktus aktív fázis alatt, azért, hogy mire eljutunk a megoldáshoz, pont annyi legyen belőlük, mint amennyire szükségünk van. A lebontott sejtek nem feleslegesek a biológiám számára, tehát feldolgozza őket. Tehát amikor agytörzsi és kisagyi programra sejtet építek, majd a megoldásban ezt lebontom, akkor ezek nem áttétet jelentenek, hogy nyirokcsomó áttét, hanem azt jelenti, hogy gyógyulási szakaszban vagyok, és a lebontott sejteket fogom én újra hasznosítani. Ennyi az egésznek a lényeg a nyirokcsomók érintettségéről, de nyilván a nyirokrendszernek is van saját programja, ami a leértékeléssel kapcsolatos, tessenek megnézni a nyirokrendszer és a LÉP című előadást. A mai előadásnak nem az a lényege, hogy teljes
választanak a teljes germán gyógytudományra, hanem még bevezetőt tartsak ahhoz, hogy megértsük a depressziót. Az agyvelő és agykéreg által irányított programokban a sejtek visszaépítésében fognak segíteni a baktériumok és a vírusok, és természetesen itt kimutathatóak lesznek. De ha valakinek krónikus hepatitiszt mutatnak ki, akkor azt jelenti, hogy ha lezárja a bosszankodását, akkor a hepatitisz vírusok eltűnnek a szervezetéből. Azért krónikus, mert függő gyógyulásban ugye folyamatosan bosszankodik, vagy visszatérően bosszankodik. Nos, a lényege ennek a felfedezésnek az, hogy Hammer doktor az, aki a csíralemezhez kötötten bizonyítja, hogy a bennünk élő segítőink, mikroorganizmusok hol segítenek és mit csinálnak. A testünkön kívül lévő mikroorganizmusok, azok nem biztos, hogy mind barátok. Ők, akik a szervezetünkben vannak, mind barátok. Akik kívül vannak, azok nem barátok. És ezért, amikor Semmelweis Ignác idejében a drága orvostanhallgatók a moncolóteremből mostatlan kézzel bementek a szülőszobára, és ott megvizsgálták a nőket, akkor természetesen, hogy hullamérgezést okoztak náluk. Tehát ez egy kívülről történt befertőzés volt, épp olyan, mint a háborús sebek, amit ugye a vágás, a lövés, a zúzódás, ezek a sebek elfertőződnek, a környezetből belejutnak bizonyos külső kórokozók. Tehát ne keverjük a fertőzés vagy a gyulladás fogalmát össze, ne mossuk össze, mint a mai medicina, hanem vannak itt, kérem szépen, tisztázandó dolgok, de nézzük meg a Lyme-kor és a negyedik természettörvényről szóló előadást, és ott részletesebben megértjük mindazt, amiről itt beszélek. Na és itt van a lényeg megértésének a törvénye, ugye az ötödik természettörvény, vagyis ha kinézünk az ablakon a természetbe, azt látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Tehát mindennek a túlélés és a faj fenntartása a célja mindennek, ami bennünk történik. Az nem rossz indulatú, az nem autoimmun, az nem gyógyíthatatlan, hanem éppen valami gyógyulásban van, de lehet, hogy elakasztottam. Mindennek értelme van. És pontosan ez adja az első természettörvénynek is a magyarázatát, hogy amikor a túlélésben és a faj fenntartásban én megélek egy félelmet, ez egy biológiai félelem, és erre elindítok egy szervi választ, annak függvényében, hogy én ezt hogyan és miként értékeltem ki. De hát kérdés az, hogy ki vagyok én valójában. Hammer doktor téziseit már 1998-ban elismerték, igazolták, mégsem ezt tanítják az egyetemen. Vajon miért? Remélem mindenki megfejtette. Ha megnézi a Szabadságot a léleknek című riportot szintén a weblapról, az ébresztő videó között, akkor meg fogja érteni, hogy a mai medicinát és az egész tudományt már nem az az emberi kíváncsiság vezérli, ami valamikor létezett 1910 előtt, hanem a Flexner tanulmány óta minden megváltozott, és a gyógyszeripar vette a kezébe a dolgoknak az irányítását. Ennyire egyszerű az egész. Tehát összefoglalva, még egyszer, röviden. Első törvény feltárja az okot, vagyis mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot, EBK-val rövidítve. Ne feledjük, minden tünet mögött egy fel nem oldott konfliktus van, és ezt fogják áttéteknek nevezni, amikor valakinek van egy daganata, és ráordítják, hogy rák, akkor mi lesz? Összerezzen szerencsétlen, kimegy a talaj a lába alól, azt se tudja, hogy hol van, megél hirtelen öt másik konfliktust, és ez az öt másik program okozta tünet, természetesen már idézőjelben mondom, hogy áttétnek lesz nevezve. Tehát amikor a rákdiagnózist valaki megkapja, elkapja őt a halálfélelem, és természetes, hogy a tüdősejt szaporodni kezd, mert ugye a halál félelem az a tüdőre hat, tessék megnézni a tüdőről szóló webkonferencia anyagot.
Nos, második törvény leírja azt, hogy miként zajlik le minden úgynevezett betegség. Két fázisa van, van egy konfliktus aktív, és egy megoldás követő fázisa, ha megengedjük, hogy végig menjen. Harmadik törvény a hármas számról szól, mert kiderül, hogy három csiralemezből származik minden sejtem, minden szövetem, és háromféle dolog történhet. Vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést változtatok. Negyedik természettörvény a négyes számról szól, mert azok, akik segítenek nekem a program lebonyolításában, a bennem élő segítőim, azok a bennem lévő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok. Tehát akinek úgynevezett gombás fertőzése van, miért van? Mert nem zárta le a hozzákötődő félelmeit, konfliktusait, programjait. Ha ezt lezárjuk, megszűnik, hölgyeim, a fehér folyás, megszűnnek a táplálkozási gombás problémák, vagy éppenséggel a tüdőgombásodása. Mert függőgyógyulásban van a halálfélelmem. Ötödik természettörvény, mi az értelme mindennek? Vajon mi az értelme? Minden, ami él, az élni akar. Kérem szépen, ha ennyit tudnánk, és ebben meg tudnánk nyugodni, ebben a tudásban, ami ezen az egy fólián van, akkor már nem tudnának minket riogatni áttétekkel, nem mennénk bele olyan kezelésekbe, amelyek ártanak, és lezárnánk békével a napjainkat, hogy ne is legyen szükségünk már se a második, harmadik, negyedik vagy ötödik törvényre sem. Már, mikor felismerem, hogy nem érzem jól magam, stresszes az életem, akkor ne fogadjam el, hogy ez az egész világ stresszes, hanem szüntessen meg a stresszforrásokat, vagy tanuljon meg azokat kezelni. Hogy hogyan? Tessék eljönni egy háromnapos képzésre. A középső és külső csiralemezhez tehát tartozik a kezűség kérdése. Nem véletlenül hoztam be még egyszer, mert ugye itt már ez egy nagyon fontos tényező lesz a depresszió megértésénél, mert innentől már minden a depresszióról szól. Tehát ne feledjük el még egyszer, hogy jobb kezesnek a jobb oldalú tüneteit a világgal történt konfliktus okozza, és ebbe apám, a testvérem, nagyanyám, nagyapám, polgármesterem, mindenki benne van, kivéve anyám, gyerekem és önmagam, ha anyámat anyaként és gyerekemet gyerekként szeretem. Balkezesnek bal oldalon lesznek a tünetei, bal oldalon, vagyis a világgal történt tünetei. Ez a partner oldal. Mindenki partner, aki nem az anyám, nem én vagyok, és nem a gyermekem. Ezt tessék megjegyezni, mert különben nem fogjuk megérteni a dolgokat. Nem az számít, hogy ki milyen kezében, mely kezébe tartja a kanalat, meg hogyan fogja a seprűt, hanem az számít, hogy melyik oldalon jelennek meg a megfelelő tünetek, a biológia soha, de soha nem hazudik, hajszálpontos választ ad mindenre. Aki nem hiszi, tesztelje le, én 2 évig teszteltem ezt a táblázatot, és rá kellett döbbennem, hogy Hammer doktornak mindig mindenben igaza van. Igaza volt, igaza van, és igaza is lesz. Na most a hangulatváltások kialakulásához meg kell ismerjük a birtokzónákat. Tehát ha ezt a koponya felvételt valahol ott középtájon nézzük meg, akkor hát kiszínesítve kapunk egy ilyen ábrát, de ez nem egy teljes ábra. Hiányzik a tetejéről a homloklebenybe becsapódó, jövőből érkező félelmeknek a reléje, hiányzik alulról, vagyis hátulról a nyakszirti lebenybe becsapódó félelmeknek a reléje, vagyis a látóközponthoz tartozó relé. A birtokzónákba a fali lebenyhez tartozó részek vannak, tehát a két oldalon, ezeket látjuk itt ilyen piros félkörökkel bejelölve, nyilvánvaló, hogy a kéreg alatt meg ott a fehér állomány. Természetesen, ezzel egy szinten, de most csak a kérgi részről fogunk beszélni, és jegyezzük meg, hogy van férfias és nőies birtokzóna. A biológiában nincsen adokoldal meg kapokoldal. Ilyen adok-kapok a kocsmában előfordul, de itt nem. Tehát tegyük félre, könyörök, tegyük félre az eddigi ismereteinket, ezoterikus vagy bármilyen természet tudományosnak nevezett ismeretet,
mert amikor én ezt az egészet megértettem, megtanultam, onnantól tudtam, hogy minden, amit eddig tanultam, abból mi a jó, és mi a kidobni való. Ne a germán gyógytudományt próbáljuk betenni az eddigi tudásunkba, hanem az eddigi tudásunkat próbáljuk összhangba hozni a germán gyógytudománnyal, mert ez tudomány. Másodszor mondtam, de még el fogom mondani, hogy ez tudomány. Ezt senki még nem tudta megcáfolni. Szóval, a baloldali nőies birtokzónában látjuk, hogy a rémületfélelemnek két reléje is van. Rémületfélelem. A felső egy izomrelé, az alsó nyálkahártya relé. Minden piros színnel jelzett dolog nyálkahártyákat érint, csak a két legfelső az, ami izmot érint. Nos, a rémületfélelem mit jelent? Azt, hogy megijedtem, természetesen elakadt a szavam, és elakadt a lélegzetem. És utána mi van? Utána megrekedt a hangom. Miért? Mert szervi szinten a gége érintett, a gége izomzata, és a gége nyálkahártyája. Nyilván erről külön webkonferencia van, Garat és Gége biológiai programjai szinten, de itt a kérdés csak az, hogy kinek mennyire szokása megrémülni, ugye? Most értettem meg, Karesz, az, hogy gimnáziumban, pénteken miért lettem mindig berekedve, mert pénteken 8 órakor így éjgyomorra kémia óránk volt, és hát én a vasvegyértik, de még nagyon mindig sokat küzdöttem, hogy mikor hány vegyértik, és nagyon csalapintának tartottam az egészet. És amikor felszólítottak, és hát volt eset, hogy nem pont azt találtam el, amit kellett volna, próbacseresznye alapon. Igen. Most jöttem rá, hogy miért rekedtem be én minden egyes kémia óra után, mert mindig megrémültem. Megrémült, és utána a megoldásban jött a reflex. Ez a köszörülés. Igen. És mennyire izgalmas ez, hölgyeim és uraim, ezek köpni nyelni nem tudok. Úgy megijedtem, hogy most elárulok egy belső titkot. Nem megijedt, hogy Karesz, hogy ezt most így elmondom itt. Rendszerint megijedtem attól, ahogy Karesz tüsszent. Szerintem így 2-3 kilométerre hallják a Szabadság téren is, hogy na, azért ne túloztam. Na, jó, mert túloztam, bocsánat, de így bocsánat. A szomszédok biztos hallják. Hát ők legalább attól félnek, hogy covidosok lesznek. Ők attól rémülnek meg. Igen? És a rémületfélelem konfliktust rendszerint megéltem az autóba, amikor mentünk valamilyen képzésre, és Karesz tüsszentett mellettem az autóba. De megoldottuk. És erre is kitaláltunk egy nagyon aranyos megoldást, hogy ő már akkor nem tudja jelezni, hát hogy tüsszenteni fogok. Valaki be tudja jelenteni, hogy figyelj, most tüsszenteni fogok. Nem. Mikor elkapja a tüsszentés, már nem tud szólalni, tehát mozgatom a kezemet az orra előtt, és akkor tudja, hogy tüsszenteni fogok, és akkor már nem ijed meg. Most elárultam azt, hogy milyen technikánk van arra, hogyha Karesz integet, akkor én már nem félek, és akkor ő tud tüsszenteni. Mindenre van megoldás. És a legcsodálatosabb megoldások azok, amiben berakjuk a humort, és tudunk rajta hatalmasat nevetni, mert amikor önmagukat ki tudjuk nevetni, akkor gyakorlatilag lezártuk a konfliktust. Jelzem, megint mondtam egy megoldási kulcsot. Igen, és képzeljék el azt a helyzetet, hogy Karesz vezet, integet, én kapom a zsebkendőt, ő már tüsszen, tehát hogy ez így kívülről látva igazán humoros lehet. Hátul egy utasnak nézni, igen, ezt. Igen, tehát így a további közlekedésben részvevők is jól szórakoznak rajta, nem csak a ketten. Igen, de a rémületfélelem mit zár le? A levegő bemenetét. Ugye a GG-m az, ahol a levegőnek le kell mennie, és természetesen, hogy akkor a gégeizomzat és a hangszalagok lesznek érintve. No de, ha birtokféltést élek meg, ugye az már a jobboldali férfias birtokzónába csapódik be, akkor az már a levegő levezető rendszert fogja érinteni, de lejjebb, vagyis a hörgőket, a hörgőcskéket, egészen a léghólyagokig. Ugye ez is nyálkahártya, de van izom is. Ezért van itt izomrelé, meg van nyálkahártya relé, és ennek viszont a gyógyulása nem rekedséggel jár, hanem ezt egyszerűen úgy hívjuk, hogy tüdőgyulladás. Hoppá!
Kérdés, mennyi ideig volt bennem a birtokféltés? De mi az, hogy birtokféltés? Hát itt akkor, ha benne van az egészségem féltése, az is birtok, arra, az én kincsem. Igen. Arra van hatásom, az én birtokom, ami bennem van. Legdrágább kincs az egészség, hát ezt mindenki tudja. De Karec, ha most egy egész populáció félti a birtokát, akkor egy egész populációnak lehet tüdőgyulladása? Hát ezt így kell csinálni. Hát a járványok erről szóltak. Vége volt egy háborúnak, megszűnt a halálfélelmi konfliktus, és lett belőle tüdő TBC, meg tüdőgyulladás, meg birtokféltést is megéltek, nem csak egy konfliktust az emberek. Így kell járványt csinálni. Kell kelteni egy hatalmas nagy félelmet, és utána jön a pandémia. Természetesen. Hát ezért tartottuk a karantén alatt 54 napon keresztül minden este a webkonferenciát, és zártuk jó hangulattal le, ma is jó hangulat lesz, garantálom. Szóval, hogyha ha ezt akik ott voltak több mint 500-an, azok tudják jól, hogy érdemes volt végighallgatni ezeket a rövid dolgokat, akkor nem beszéltünk ilyen hosszan, csak röviden, hogy több idő maradjon a kérdésekre. De menjünk tovább, mert tényleg nem lesz időnk a kérdéseket felvetni. Tehát minden birtok, amire úgy gondolom, hogy arra nekem hatásom van, tehát én vagyok a főnöke ennek a csapatnak, én vagyok a tulajdonosa ennek a háznak, most attól félek, hogy mit tudom én, beázik a teteje. Már féltem a birtokomat, de ugyanide tartozik a család, a nőknek természetesen a család, a gyerek, a fészek, az embernek a munkahely, az autó, amivel megy a mamutot bevadászni. Szóval ennyit röviden a dolgokról, de ez mindig a levegő, levezető rendszer nyálkahártyáját érintő program lesz tüdőgyulladással. Aztán, ha elakad a gyógyulási szakasz, akkor szárazon fogunk köhögni, míg csak le nem zárjuk az egész történetet. No, menjünk lejjebb, mert itt van a legfontosabb két relé, látjuk, hogy nagyobb is középen, baloldalt a szexuális, jobb oldal pedig a birtokvesztés konfliktusnak a reléje. Mind a két relé a szívkoszorú erekben indít el szervi választ. A birtokvesztés a szívkoszorú ér artériában, a szexuális konfliktus a szívkoszorú ér vénában. Tehát szexuális konfliktus természetesen, hogy női birtokzónához tartozik, hiszen a nők fognak gyerekeket szülni, eddig is így történt, ezután is így fog történni, akármit is neveznek majd házasságnak, vagy nem neveznek. Tehát ez a feladat természetesen a nőké marad, és ők ebben tudják megélni a legsúlyosabb konfliktusukat, a szexuális konfliktust. Tehát minden, aminek szexuális tartalma van, és nem feltétlenül csak arról beszélek legdurvább esetben, hogy egy még menstruációig el se jutott kislányt megerőszakolnak, mert erre is van rengeteg példa, hanem minden olyan szexuális téma, amit ez a kislány megélt, ez a téma szexuális konfliktust fog jelenteni. Na, de attól függően, hogy ő jobbkezes vagy balkezes, más és más lesz a hangulat és a becsapódás. Most egyszer ismerjük meg a saktáblát, hogy mik vannak, milyen gócokba, milyen érzések csapódnak be, és utána kezdünk játszani ezzel az egésszel. Tehát a szexuális konfliktus témát úgy gondolom nem kell jobban kiveséznem, de ezek a konfliktusok nem csak a szívkoszorúér vénát érintik, hanem a méhnyak nyálkahártyáját is, és ebből lesz a méhnyakrák, zárójel féltékenység, vagy a meg nem termékenyítettség konfliktusa is ide tartozik. A férfias birtokzónában a birtokvesztés konfliktus azt jelenti, hogy elvesztettem azt, amihez én úgy kötődöm, hogy ez az enyém. Igen, kérem. A férfiak számára mi a fontos? A férfiak számára a fontos a munkahely, fontos az autó, amivel elmegy dolgozni, és természetesen fontos neki is a család, a gyerek, a ház, de a munkahely az, ami a legfontosabb. Ezért van az, hogyha egy férfi ember elveszti a munkahelyét, akkor ő totálisan padlóra kerül. Egy hölgynek a munkahely elvesztése nem jelent ekkora problémát, mert ő akkor örül annak, hogy a gyerekeivel több időt tud tölteni. Nyilvánvaló, addig beszélünk ilyenekről, amíg nem történik meg a viselkedés változás.
Tehát a birtokvesztés az is, hogy leváltottak engem, és most már elvesztettem a csapatomat, akit eddig én irányítottam, vagy éppenséggel birtokvesztésként élem meg, hogy lenyúlták az örökségemet, vagy éppenséggel valami anyagi jellegű veszteségről van szó. Mondom, anyagi jellegű veszteség, mert amikor egy szeretett élőlény elvesztéséről beszélünk, az nem birtokvesztés, csókolom, az veszteség, konfliktus, és az a heréket fogja érni, mert érinteni meg a petefészkeket. Tehát nagyon lényeges tudni, hogy a birtokvesztés, konfliktus nagyon típusos tünetet okoz, mégpedig angina pectoris, ami azt jelenti, hogy négyszög impulzus, hirtelen jelenik meg a mellkasi szorító fájdalom, rövid ideig ugyanolyan erővel tart, és hirtelen van vége. Semmivel össze nem téveszthető. Tehát akinek nincs angina pectoris, annak nem volt birtokvesztés konfliktusa. Pont. Ezt értsük meg, és ez nagyon fontos tisztázni, amikor felveszik az anamnézést egy beteggel kapcsolatban. Nos, a túloldalon a szexuális konfliktus becsapódásánál is van mellkasi szorító fájdalom, de nem ilyen tipikus, nem ennyire erős, de akit ezek a részletek érdekelnek, az megnézi az angina pectoris és mellkasi fájdalmakról szóló külön webkonferencia anyagot, ami egy differenciál diagnosztikai hátteret ad mindenkinek, hogy nyugodjon meg, hogy nem infarktusa lesz, nem is infarktusa lesz, hanem csupán egy bordaközti idegzsábája van, vagy egy mellhártya programja, vagy éppen kialakulóban van egy, mit tudom én, egy herpesze a mellkas felszínén, stb. Tehát rengeteg egyéb tud mellkasi fájdalmat okozni, nem kell rögtön szívre gondolni, ha még akkor se a szívtáján érezzük ezt a bizonyos fájdalmat. Részletek külön. Jön a birtok bosszankodási konfliktus, és ide csapódik be minden, ami a birtokommal kapcsolatos bosszankodás. Hogy már megint nem csinálta meg ez a munkás azt, amit meg kellett volna csinálni, és nem tudok tovább lépni, mert. Vagy állandó harcban, vitában állok a szomszédommal, hogy hol a területnek a határa, és bosszankodok rajta, hogy újra meg újra borsot tör az orrom alá, mit tudom én, letöri az ágakat a fáról, ami áthajlik ő hozzá, tehát bosszankodásról beszélünk. Na most a bosszankodást a biológiám úgy éli meg, mint egy megemészthetetlen bosszúságot, mit fog tudni csinálni szervi szinten, ad hozzá emésztő enzimeket. Ha szép nagy a bosszúságom, hogy elférjen a gyomromba, mert rágódok rajta, hát ki fogom tágítani a gyomrot, ebből lesz a gyomorfekély. De a gyomorsav túltengésnek semmi köze nincs a bosszúsághoz, az a rágódással kapcsolatos. Nézzük meg, a bosszankodás és rágódás 12 biológiai programja című, 12 biológiai következményéről szóló eladást, és ez mind érthető lesz. Az epe az nyilván a zsíros falatok megemésztéséhez kell, a hasnyálmirigy váladék pedig az anyagiakkal kapcsolatos dolgok megemésztéséhez. A beleszembe túloldalon identitás konfliktus, ez a biológiai identitásunkról és a biológiai azonosultságainkról szól, félre ne értsük. Hogy mi a valódi identitásunk, az egy másik kérdés. Tehát biológiai identitás az, hogy én anyukámnak a gyereke vagyok, valakinek az apja vagyok, és valakinek az unokája vagyok, vagy akármi. Ezek ilyen családi szerepek, amikbe bele tudunk pusztulni, mert le van osztva a szerep, hogy ki milyen, és hiába próbál az ember változtatni, be van kategorizálva, be van dobozolva, és ezzel úgyse változtatunk semmit. De maga az identitás konfliktus azt jelenti, hogy én tudom eldönteni, hogy én most mondjuk egy hölgy, egy házasság után, hogy hova tartozom. Lehet, hogy a férjemhez költöztem, és ottan nem tudom, hogy mi a fenét keresek én itt, mert az anyám az ugye próbál engem irányítani messziről, de az anyósom is beleszólni, a férjem is elmondja a dolgát. Most kire hallgassak?
hogy kell az első gyerekkel bánni. Szóval vannak ilyen programok, ilyen kérdések, nagybetűs kérdések, amikre nem tudom a választ, viszont a biológiám segít kijelölni a területem közepét, és ezért lesz ennek a következménye szerbi szinten az aranyér. Ennyire egyszerű, minden aranyér mögött identitás konfliktust fogunk találni. Na most a területkijelölési konfliktus az mindkét esetben, férfiaknál, nőknél egyaránt nagyon fontos dolog, vagyis hogy kijelölje mindenki számára, hogy eddig, s ne tovább. Ne szólj bele az életembe, ne csinálj rendet az íróasztalomban, de tedd el, légy szíves, a lehúzott gatyádat, zoknidat, ne hagyjál mindent szerteszéllyel, és ne nyújjatok a garázsba semmihez, mert semmilyen szerszámot nem találok meg, mikor bemegy oda valaki, stb. Tehát területkijelölési konfliktusok ezek. A kutya is a vizeletével jelöli körbe a terület szélét, természetesen mi is, vizeléssel kapcsolatos programokat indítunk, erről is van külön webkonferencián. Nos, megismertük tehát a saktáblát, a hozzátartozó konfliktusokat, amelyek ide fognak becsapódni, na de ez nem ennyire egyszerű, kérem szépen, innentől jön a bonyolítás. Mert ugye a Hámeri Gócnak a becsapódását, hogy most jobb oldalra vagy bal oldalra fog becsapódni az én érzésem, az attól függ, hogy jobb vagy balkezes vagyok-e. Hoppá! Nyilván a konfliktus tartalom az meghatározza, hogy hova kéne becsapódjon, de ezen túl a hormonális állapot is meg fogja változtatni ezt az egészet. Szóval mondok egy egyszerű példát. Egy balkezes férfinak a birtok bosszankodás konfliktusa aranyeret fog csinálni. Ő bosszankodik, de a szervi válasz nem az epe lesz, hanem az aranyér lesz, mert nála a konfliktus a túloldalra csapódik. Mindjárt megértjük, hogy miért. Amikor az első birtokzónás konfliktus becsapódik, innentől biológiai értelemben másodfarkas lesz az az illető. Mit jelent ez, hogy másodfarkas és hogy pszichikailag kasztrált? Azt jelenti, hogy már nem úgy fog viselkedni, ahogy a saját nemére és a saját érzelmi világára ez jellemző lenne, mint amikor semmilyen konfliktusa még nincsen valakinek. Akkor mindenki alfa férfi vagy alfa nő, függetlenül, hogy jobbkezes vagy balkezes. De hogy becsapódik az első konfliktus, kialakul a másodfarkas állapot, és elindul a konfliktus tömeg növekedése. Na most, hogy mit jelent a másodfarkas jobb és balkezesnél, ezt most mindjárt megértjük. Nézzük meg az első konfliktus becsapódását kislány, mégpedig jobbkezes kislány esetében. Amit látjuk, jobbkezes kislánynak a nőies birtokzónában fog becsapódni az első szexuális konfliktusa. 8 éves, megtalálta apunak a pornólapját. Te jó Isten! Vagy más történet, Réka? Hát? Például szexuális konfliktust élhet meg akkor, amikor meglátja a szüleit szerelmeskedés közben. Így van. Benyit véletlenül. Nem a szülőket, hanem annyit a postással. Az vagy más emberpárt lát meg. Van ez a kíváncsi időszak. Hát van. És nagyon érdekes az, ahogyan mi a szexualitást tálaljuk a gyerekeinknek, mert nem adunk konkrét válaszokat a gyerekeknek, a gyerek kíváncsiságát nem elégítjük ki, és elkezd utána nézni, és abban az időszakban, amikor már egy kisokadást tudja használni az iPhone készüléket, nem tudom, honnan rááll az ujja, és már tudja tekerni, és talán már az óvodás is ehhez a készülékhez öreg, igen. Mert lehet, hogy sokkal kisebb korban is tudnak dolgozni. Óhatatlanul is van valaki a környezetben, akinek van egy ilyen készülék, a gyerek utána tud nézni, és gondoljuk el, hogy miket talál a szexualitás iránti érdeklődésében az interneten. Nagyon-nagyon tetszik a példa, Réka, mert pontosan arra mutat rá, hogy a biológiánk nem követi a technológiai fejlődést.
És lehet, hogy technológiailag fejlettek vagyunk, de biológiailag, hogy hol tartunk? Ott tartunk, hogy konfliktusként fogjuk ezeket a dolgokat megélni. Egy 8 éves kislány, akkor is 8 éves kislány, ha iPhone van a kezében. Igen. Erről van szó. Vagy akkor is, hogyha online történik az oktatás. Tehát lehet nagyon okos és nagyon rátermett, és azt gondoljuk, hogy érettebb a kortársainál, de akkor is azért vegyük figyelembe azt, hogy a gyereknek a kérdéseire a legjobb, legőszintébb és legbiztonságosabb választ a szülők adják. Az anyuka szokta ezt a feladatot ellátni rendszerint. Ő világosítja fel arról, hogy hogyan lesz a kisbaba, hogy kerül az anyupociába, és egyebek. Ezt én továbbra is díjaznám, ha minden anyuka továbbra is végig gondolva a gyerek szintjén az ő kíváncsiságát lefedő szinten, nem túl részletesen, de őszintén, igen. Csak annyit, amennyit a gyerek abban a pillanatban kíváncsiságból fel tud fogni és be tud fogadni, az ilyen blőd gyerekmese, a méhecske, meg a gólya hozta, meg a nem tudom mik, ezek oda vezetnek, hogy a gyerek érzi, hogy ez egy hazugság, és még inkább ki fog erre hegyeződni a kíváncsisága, viszont tekintettel arra, hogy anyu hülyeségeket mond, igen. vagy logikátlan dolgokat mond, a következő kérdését már nem anyunak fogja feltenni, minek alapon, minek. Hanem olyan felnőttektől fog kérdezni, optimális esetben, akiben megbízik, vagy pessimista esetben kortársait és az internetet fogja ezzel bújni. És elveszti a bizalmat anyuban, tegyük hozzá. Akár, igen. Na most itt van az, hogy mi az, hogy másodfarkas. Ez a kislány fiúsan fog viselkedni. A fiús viselkedés azt jelenti, hogy mániás. Tehát a fiúk azok, akik elindulnak felfedezni a világot. Miért? Hiszen lezár a nőies birtokzóna, becsapódott a konfliktus, ez a birtokzóna lezár. Tehát csak fiúsan tud viselkedni. Hát ha nőkre ilyen rémisztő dolgokat követelnek, vagy a nőkre ilyen rémisztő dolog vár, és én is kislány vagyok, és egyszer nő leszek, hát nem biztos, hogy nőként akarok viselkedni. És nem is tud. És én védelemből is már elkezdek fiúként viselkedni, véletlenül se történjen meg ez velem. Ez velem. De a biológia erről gondoskodik, mert lezárja a nőies birtokzónát, és innentől fiúkkal játszik, focizik, barkáccsal, és rendetlenül hagyja a szobáját az a kislány, aki addig rendbe hagyta, aki addig babázott. Tehát ha egy ilyen viselkedésváltozást látunk egy kislánynál, akkor nagyon el kéne gondolkodni, főleg, ha jobbkezesről van szó. Na most akkor, ugyanezt, ha balkezesnél nézzük meg, a megélés még mindig ugyanaz a konfliktus, ezt már nem ismételjük el, ugyanazt a konfliktust élte meg ez a kislány, viszont mivel balkezes, nála a konfliktus a túloldalra, a férfias birtokzóna közepébe csapódott be, ami azt jelenti, hogy hamarabb megjön a menstruációja, mint kéne, már 11 éves kor előtt ismertünk kislányt, aki már 8 éves korában menstruált, sőt, terhes is lett. Szóval ez tuti, hogy balkezes volt, nyilvánvaló, már ennyiből lehet tudni, és a beteérése zavartalan, viselkedése depresszív lesz, amit ugye endogén depressziónak fogunk nevezni. A depresszív viselkedés annyit jelent, hogy teljesen magába zárkózott, tehát fokozottabban kislányos a viselkedése. Nincs meg az egyensúly a férfias és nőies viselkedés között, hanem túlsúlyosan nőies, magába forduló ez az egész viselkedés. Magába zárkózott, ne szóljanak hozzá, félrevonul, csendben van, igazán jó kislánynak a benyomását kelti, de látszik az arcán, hogy igencsak szomorú. És ezt a úgymond belülről jövő endogén, belülről jövő megmagyarázhatatlan viselkedés változást endogén depressziónak nevezi a medicina. Természetesen ilyet felnőtt korban is meg lehet élni, de most először építsük fel azt, hogy felnőtt korunkra hogy tudjuk ezeket a birtokzónákat szépen lefedni mindenféle konfliktusokkal. Nos, a fiúknál, a jobbkezes fiúk, épp úgy, mint a jobbkezes kislányok, az első birtokzónás konfliktusukat a saját oldalukra, tehát a férfias birtokzónákba
fogják megélni, oda történik meg a becsapódás, itt alakul ki a Hammeri góc, és mi a fiúk számára a birtok? Hát az, ami kívül van a kerítésen, menjünk felfedezni a világot. De anyu nem enged ki, mert azt mondja, hogy amíg nem rakom rendbe a szobát, a szobámat, addig nem mehetek sehova. Vagy elveszi a bringám. Vagy elveszi a bringámat, aki húzza a szelepet belőle, hogy ne tudjak vele elmenni. Kész, vége. Ez a fiú abban a csapatban, ahol kivel eddig felfedezték a világot, elvesztette a rangját. Nézzük meg a Pál utcai fiúkat. Tehát innentől kezdve ez egy nagyon komoly történet. Ebben a társaságban ez a fiú elvesztette, mondjam úgy, azt, aki addig ott volt. És ez a birtok vesztés lesz az, amire becsapódik, viszont akkor hogy fog viselkedni ez a kisfiú? Hát kislányként fog viselkedni, és a hangulata depresszív, magába zárkózó, és ha anyuci tiltotta meg, akkor innentől anyuci az Atya Úristen, ő rá fixál, mindenben a kedvét fogja keresni, lányokkal fog játszani, és milyen jó fiú lett, rendben tartja a szobáját. Nagyszerű, gratulálunk anyukának. Már is csinált egy szoftit, egy másodfarkast, abból a kisfiúból, akinek természeténél fogva az a viselkedése, hogy felfedezze a világot. De a hangulata csak depresszív, itt nem depresszióról beszélünk, hanem arról, hogy kicsit szomorkás a hangulatom máma. Nem depresszió, ez csak hangulatváltozás. Egyezünk meg. Nos, a balkezes kisfiúknál, épp úgy, mint a balkezes kislányoknál, a másik oldalra csapódik be, hát mert doktor ezt lóugrásnak nevezte, mert nagyon szeretett sakkozni. Innen vette a kifejezést, tehát a balkezes fiút ugyanaz a konfliktus érte, viszont nem a férfias, hanem a nőies birtokzónába csapódik be, azt zárja le, tehát ez a fiú kétszeresen is fiúsan viselkedik, mintha ő lenne a banda vezér, és amikor kap egy pofont, úgy elfut, mint egy gyáva nyúl. Tehát ez nem egy alfa férfi már, innen van az, hogy macsó, homoszexuális, mert valójában ez a mániás viselkedés nem egy alfa férfire vonatkozó viselkedés, hanem egy macsó, egy... Ez a szájhős kategória. Ja, a szájhős kategória, igen. Tehát ne tévesszük össze a szájhősöket a valódi hősökkel. A vállakra most különösebben nem tértem ki, de mi történik, mikor becsapódik a második birtokzónás konfliktus? Nyilván ez csak a szabad helyre tud becsapódni. Mindaz, amit elmondok, jelzem, a birtokzónákra vonatkozó törvények csupán, az összes többi szinten másképpen van. Tehát mikor becsapódik a második konfliktus, akkor leáll a konfliktus tömeg, és a hangulatváltozások annak megfelelően történnek, hogy mikor mely konfliktus kerül színre. Például balkezes kislány otthon, 8 éves, és hát a vacsora után a nagybácsi jó éjszakát puszítad neki, bemegy a szobájába, leül az ágyára, és elmondja, hogy ő már egy nagylány, és mi mindent tudna vele csinálni. Senki nem ért hozzá, de az ő képzeletében minden végigfutott, ledermed, jéghideg, megélte a szexuális konfliktust, és innentől ez a kislány otthon még zárkózottabb lesz, mint eddig. Eltelik 6 év, itt 14 évesen azért mindenki, ugye a lányok is a fiúk után néznek, Előfordul, igen. És az iskolában meglátja, hogy az, aki belő szemezett, vagy aki kinézett magának, az éppen a barátnőjével kézen fogva sétál. Innentől megérte a második konfliktusát, itt van a becsapódás, a túloldalra természetesen ez a kislány innentől hogy fog viselkedni? Természetesen az iskolában mániás lesz a viselkedése, és üti a fiúkat, ő lesz, mondjam úgy, a banda vezér az iskolába, otthon meg egy egészen jó kislány, akire senkinek egy szava nem lehet. Tehát, ha behívják az anyukát a osztályfőnök, és elmondja, hogy milyen elképesztően viselkedik a kislány az iskolába, anyuka nem fogja elhinni, hiszen a világ legjobb kislánya az enyém, otthon úgy ül csendben, mint hogy hozzá se kell szólni. Tehát, hogy csak megértsük, hogy mit jelent az, hogy hangulatváltozás a sineknek megfelelően, és
A mérleg szabály azt jelenti, hogy ahol, amely konfliktus sínre kerül, az lezár, és a túloldal fog megnyilvánulni. Tehát ha a mániás oldal lezár, akkor depresszív lesz a viselkedés, ha a depresszív oldal zár le, akkor mániás lesz a viselkedés. Tehát kialakul egy ilyen skizofrén állapot. Leáll az érzelmi fejlődés, és ez nagyon lényeges dolog, mert ugye, ha 14 éves korában egy fiú megérte a második birtokzónás konfliktusát, akkor senki ne csodálkozzon rajta, hogy egész életében érzelmileg, mint egy 14 éves gyerek úgy fog mindenre reagálni. Ennyire egyszerű a történet, de lehet, hogy 6 éves szinten fog reagálni érzelmileg, holott értelmileg elvégez 3 egyetemet. A kettő nem ugyanaz, az értelmi és az érzelmi intelligencia. A lekerekített vállak a második konfliktus becsapódása után mind a jobb, mind a balkezeseknél kialakul, akár fiúról, akár lányról beszélünk. Ne feledjük, hogy mindig az utolsó konfliktus oldható meg, tehát nem megyünk családállításra és egyéb ilyen ezotérikus kiállításokra. Hammer doktor ezt családi striptease-nek nevezte egyenesen, ezeket a nagyon durva beavatkozásokat, és olyan konfliktusokba nyúlnak bele, amit nem szabad feloldani, biológiailag le van zárva. Tehát nagyon óvatosak legyünk ezekkel a kíváncsiságokkal. És amikor hormonálisan megváltozik minden, akkor kérem szépen megváltozik a konfliktus tartalom, hogy én miként éltem meg azt, amit addig megéltem. Egy nagymama másképpen fog reagálni egy szemétláta körüli ügyre, mint a leánya, aki éppenséggel gyereket nevel. És megváltozik a szervi válasz is, meg a megoldási sorrend is, és innen jönnek a klimaxos tünetek. Lásd a változó korról szóló előadást részletesen. Nem tudok mindenre egyetlen előadásba részletesen kitérni, de ami lényeges, azt elmondom a megértés érdekében. Tehát függetlenül attól, hogy hol volt az első becsapódás, a második becsapódás csak a túloldalon történhet meg. A hangulatváltozást a sínek fogják biztosítani, és a mérlegszabály azt jelenti, hogy ami sínre kerül, az az oldal lezár, a túloldal fog megnyilvánulni. Na most a nőknél a bal oldali szexuális relé látjuk kék színnel jelölve, mindkét rajzon, ha az lezár, mi történik? Elmarad a petejérés, illetve kimarad a menstruáció. És ezért van az, hogy mondjuk 14 éves korban jön meg a menstruáció egy jobbkezes kislánynak, mert a második konfliktus, ami majd a jobb oldalra csapódik a férfias zónába, átbillenti a mérleget, és így meg tud jönni a menstruációja. És nem 12 évesen jött meg, hanem 14 évesen jött meg jobbkezesnek. A függő aktív birtokvesztés konfliktus egy férfi számára azt jelenti, hogy lelkileg kasztráltá teszi, vagyis ő mindig egy főnöktől vagy egy falkavezértől fog függni. Lehet, hogy az édesanyjától, és ezek drága hölgyeim, azok a drága jó férjek, akiknek ha az anyuka mond valamit, akkor az kettőt ugrik, és mindig az a fontos, hogy anyu mit mond. Nos, ezeket a család vagy a csoport női tagjai nem nagyon fogják érdekelni, inkább az a főnök, aki őket, mondjam azt, hogy érzelmileg kasztráltá tette. A természetben ezeknek a hímeknek nincs dolguk a szaporodással, ezek nem vesznek részt a falkának a fenntartásában, viszont nagyon fontos szerepük van a falka őrzésében és a kicsinyek őrzésében, addig, míg a többiek elmennek vadászni. Tehát mindennek biológiai értelme van. Na most a harmadik konfliktustól két dolog az, ami meghatározza, hogy mi fog történni. A mérlegállása és a kezűség dönti el, hogy mi fog történni. Mindig a súlyozottabb oldalra történik meg a becsapódás, jobbkezesnél ez meg is történik, de balkezesnél ez ugye átcsapódik a túloldalra a lóugrás miatt. És ebből következik az, hogy a jobbkezes férfi és nő a harmadik konfliktusa után
abban a hangulatban marad, amiben őt kapta a harmadik konfliktus. Tehát ha mániásan állt a mérleg, harmadik konfliktus mániásan éri, akkor még mániásabb lesz. Ha depressziós volt, akkor még depresszívebb lesz. És ez magyarázza innentől, hogy valaki 10 éven keresztül depressziós, és folyamatosan depresszió miatt jár vissza a kórházba. Ha balkezes férfiről és nőről beszélünk, akkor a lóugrás miatt mindig a túloldalra, nem a súlyozottabb, hanem a túloldalra csapódik be ez az újabb konfliktus, ez viszont átbillenti a mérleget, és ha éppen mániás volt, átmegy depressziósba. Ha depressziós volt, átmegy mániásba. Nos, ezt fogják bipoláris zavarnak nevezni, csak hogy helyére tegyük a dolgokat. Itt látjuk Hammer doktornak a könyvéből a megfelelő ábrákat. Most megint elismétlem, tessenek figyelni. Jobbkezes férfi és nőnek a két birtok konfliktusa az első ábrán fent, éppenséggel mániásan áll a mérleg, mert ugye a nőies oldalra becsapódott konfliktusa az, ami sinen van, tehát mániás, jön a harmadik konfliktus, oda megy, ahol súlyozottabb, még mániásabb lesz. Ezek az örök optimisták lesznek ezután. Ha viszont a harmadik rajzban megnézzük a jobbkezes férfi és nő esetében, ha depresszíven áll a mérleg, akkor még depresszívebb lesz, ezek lesznek az örök, megvigasztalhatatlan, szüntelenül szenvedő szegény ének. A balkezes férfi és nő esetében a második és negyedik ábrán látjuk, hogy megtörténik az átbillenés, mert nem a súlyozottabb oldalra, hanem a túloldalra csapódik be a harmadik konfliktus, és a mérleg billeg. Nos, és természetesen, hogy a konfliktusok azok halmozódhatnak, és mi lesz a következmény? A hangulatváltás egyre mélyebb lesz, egyre súlyosabb lesz, illetve a billegés a balkezeseknél mindvégig megmarad. Nos, a depresszív hangulatnak ugye következményei is vannak. És akkor itt bejön az egész történet, mondjam úgy az egész tudományos táblázat, mert hiszen mindenki tudja azt, hogy aki hát szomorkás hangulatban van, az megéli a magányosságot, a létbizonytalanságot, és elindítja a vesegyütő csatorna szindrómát. Vagy éppen a félelmet a jövőtől, a non-Hodgkin limfoma tehetetlenség pedig hideggöböt a pajzsmirigy előtt. Szóval ezek mind külön előadások, azért csak felhívom a figyelmet, hogy ezekre itt most nincs alkalmam külön-külön kitérni. Csak ezek következmények, és nem a magányosság miatt leszek én depressziós. A magányosság, a létbizonytalanság miatt, ha mindkét oldalt érintett az agyi terület, akkor megélem azt, hogy agytörzsi konstelláció, erről is van előadás, és az azt jelenti, hogy teljesen zavart a tudatállapotom. Nem depressziós vagyok, zavart a tudatállapotom. És azt se tudom, hogy hol vagyok. És begyűjtöm a vizet, és megtelik a hasam mondjuk vízzel. A leggyakoribb következménye a depresszív hangulatnak viszont az önleértékelés, mert magunkat hibáztatjuk, hogy már megint nem voltam elég jó, nem voltam elég ügyes, elég bátor, és vagy milyen hülye vagyok, és hadd nem mondjam, hogy hányféleképpen tudjuk magunkat akár a tükör előtt, akár tükör nélkül is leírni. Olyanokat mondunk ki magunknak, amit másnak soha nem mondanánk, hogy nehogy megbántsuk. De önmagunkat képesek vagyunk padlóig bántani. Elképesztő. A legsúlyosabb önleértékelés csontokat érinti, és konfliktus aktív szakaszban, anémia megoldásban, leukémia lép fel. Nézzük meg a csont és vérképzésről szóló előadást. Az önleértékelések átlagosan ízületeket érintenek, tehát akkor nem olyan súlyos, de nem is a legenyhébb. Akkor jönnek az ízületi programok és krónikus ízületi gyulladások. Erről is van felső és alsó végtag ízületeinek biológiai programjairól összefoglaló. Haráncsikolt izomról is van összefoglaló előadás, és akkor itt izomsorvadástól kezdve az izom működését befolyásoló programok mind előfordulnak.
Nagyon súlyos történet a túlhajszoltság. Amikor én depresszív vagyok, és szeretném, hogyha szeretnének, és ebbe én ezért túlhajszolom magam, és lennék valakié, ahogy azt a költő megírta. Ez szívizomprogram és rekeszizomprogram. Itt fog jönni az éjszakai alvási apnoé, ha valakit ez érdekel, a sérvekről szóló előadást nézze meg, ott beszélek a rekeszizomról. A szívizomról van egy külön előadás. Kötőszöveti program az elhízásról szóló előadásban van, mert hiszen miért híznak el a depressziós emberek? Hát miért? Mert az önleértékelés az megvan, de nem túl súlyos. Bontom a zsírszövetet, aztán egy kicsit kibékülök magammal, és többet építek vissza, mint lebontottam. De nem is ez a legnagyobb probléma, hanem hogy ehhez csatoltáruként hozzáteszem a magányosságot, és akkor már vizet is teszek a zsírszövethez, és még többet teszek be, mint amennyit kéne, és egyre látványosabban hízok el, és ettől meg egyre jobban leírom magam, és egyre inkább elszigetelődök, már ki sem megyek a házból, hogy ne lássam mindenki, hogy elhíztam. Na kérem szépen, itt láthatjuk azért, hogy a dolgok ugye kapcsolatban vannak egymással. A vérerek programja is ide tartozik, osztógyűjtő és nyirokér program. Ugye a gyűjtőér program, a viszér program, tehát valakinek viszere csak akkor lesz, ha még a békjó érzését is megéli, képtelen vagyok, nem tudok élni nélküled, ez a slágere. Az érelmeszesedés is, és a limfödémáról is van külön előadás az érrendszerről, hogy ezeket mind külön megértsük. A falat konfliktus is megélhetem következményként, mert depresszív vagyok, és az a programom, hogy ezután nekem valamiből kevesebb jut, nem a valamiből, amit falatként értékel a biológiám, de a leggyakoribb nem ez, hanem az, hogy igencsak szarul érzem magam attól, hogy ez történt velem. És jön a vastagbél vagy a végbél program. És aztán ott van a gondozási konfliktus, mert depresszív vagyok, mert elment a gyermekem Angliába, és ez el is szomorít engem, meg aggódok is érte. Hajrá, tudok csinálni meldaganatot, akár elválasztási konfliktusból, ugye a melprogramot, ha megnézzük, ott bent van az aggódás, a vitaveszekedés és elválasztási konfliktus, nincs negyedik, de külön az elválasztási konfliktusok is el tudnak bennem indulni, mert én depresszív hangulatban vagyok, és miért? Ne feledjük el, hogy egy birtokzónás program miatt vagyok depresszív. És akkor meg kellene nézzük azt, hogy abban mik azok a tisztázandó kérdések, amit mindenképpen helyre kell tenni, hogy egy ilyen hangulatú embernek egyáltalán segíteni tudjunk. Tehát a részletes anamnézis itt feltétlenül szükséges, kórelőzmény magyarul. Tehát egy terapeuta, aki tényleg terapeuta, nem csak konzulens, tehát az mindenképpen fel tudja venni az anamnézist egy betegtől, mert ennek a felvétele egyetemi tantárgy, tehát ezt ott tanítják, csókolom. A birtokzónás konfliktusokat kell mindenképpen felfedni azért, hogy tudjam, hogy miről van szó. Rémületfélelem, birtokféltés, szexuális konfliktus, birtokvesztés, birtokbosszankodás, identitás vagy területkijelölés. Nincs több. Ezeket kell sorra venni. A kérdés az, hogy mi volt az első, és mi volt a második, és az első és a második között mennyi idő telt el. Tudni kell azt, hogy 10 évenként hogyan feleződik a konfliktus tömeg, és hogy mikorra oldható fel. Szóval ez nem olyannyira egyszerű dolog. Igen, tudom, egyszerű bekapni egy dilibogyót, csak attól én még senkit nem láttam boldognak, hogy egy doboz dilibogyót is beszedett, mégse tudott mosolyogni. Na most a harmadik konfliktustól ugye a mérlegállás és a biológiai kezűség dönti el, hogy mi fog történni. És akkor meg kell nézzük, hogy akkor valójában van-e birtokvesztés, és van-e szexuális konfliktus, mert ez a kettő legfontosabb, mert itt jön be az, hogy 9 hónap után probléma van. Nézzük meg a birtok konfliktusokról szóló külön előadást. Remélem,
észlelhető, hogy itt hatalmas anyagba vágtam bele, és megpróbálom ebből kiemelni csak azt, amire oda kell figyeljünk akkor, ha depresszív viselkedésről beszélünk. Hadd térjek én is pár gondolat erejéig a depresszióra, Karesz, és megkövetek mindenkit, aki már nagyon elmos, de úgy érzem, hogy ezt a témát nem lehet, se két részbe előadni, mert így elvesztődik a lényeg, sem pedig csak nagyon-nagyon kevés dologra kitérni. Én a diagnosztikai kritériumairól szeretnék erről beszélni, és szeretném, Karesz, ha bekapcsolódnál, és megpróbálnád a germán gyógytudomány szerinti válaszokat megadni. Lássuk. Azt tudjuk a depresszióról, ugye ezt a DSM-4-ben már nagyon-nagyon szépen, bőségesen kifejtik, ez pszichiátriai kórképeket összefoglaló kódex. Így van, nagyon köszönöm. Ami szavazatok alapján lett összeállítva. Azt mondja, igen, ez egy másik webkonfi témája lehet, azt mondja, hogy a depresszív epizódok a következő képekből rakhatóak össze, és hogyha ezek teljesülnek, vagy minimum 5 teljesül, akkor már ez depresszió. Szóval a minimum 2 hétig kellene fennállnia ahhoz, hogy komolyan tudjuk ezeket venni. A depresszív hangulat, vagy a depresszív epizódnak az a lényege, hogy a korábbi tevékenység megváltozásaként jelenik meg, tehát egy hangulatváltozásként lehet lefordítani. Ennek az egyik eleme az érdeklődés, vagy öröm elvesztése. Ha van egy konfliktusom, ami bármilyen jellegű, ugye láttuk itt az előző képen, ha megtennéd, hogy visszarakod az egy fóliával visszább a lapot, akkor azt látjuk, hogy hányféle egyéb történés van még ennek a hátterében, és érdekes az, itt látjuk a következményeket, hogy hányféle módon élünk meg még konfliktusokat. Ha mondjuk nekem a falat konfliktusom van, mert szarul érzem magam egy történettől, akkor nyilvánvalóan erre fókuszálok, és csak erre koncentrálok, és az összes többi dolog elveszti az értelmét, lényegét, az érdeklődésem beszűkül, erre fókuszálok csak és kizárólag. Vagyis aki szarul érzi magát, az nem boldog. Igen, és itt van az érdeklődés vagy öröm elvesztése. Így van. Című kategória. Azt tudjuk még az akadémikus pszichiátriai vonalból, hogy a nap nagyobb részében, ha nem is minden nap, de levert hangulat jellemző rá, és itt például a szomorúság vagy az üresség érzése jelenik meg. Mert konfliktus aktív szakaszban van, még nem tette túl magát azon a történeten, ami a hangulatát befolyásolta. Jelentős súlycsökkenés, vagy súly növekedés, gyarapodás jelenhet meg. Súlycsökkenés akkor, hogyha konfliktus aktív fázisban van, de nincs benne magányosság, viszont ha konfliktus aktív szakaszban van és magányos, akkor növekedik a súlya, mert lezárja a vesegyűjtő csatornát, konfliktus aktív szakaszban is begyűjti a vizet. Annak ellenére, hogy az étvágya jelentősen csökkent? Annak ellenére, igen. Teljesen normális. Mi a helyzet, Karesz? Mi a magyarázata a depresszió társtünetének nyilvánított inszomniának, alvás? Ez még mindig a konfliktus aktív szakasz. Ez annyi, azért álmatlan, mert még mindig benne csücsül a konfliktusban. A konfliktus aktív fázisban vagyok, ezért nem tudok elaludni, felébredek, ha elalszom, nincs étvágyam, lefogyok, mert nem eszem. Azt is ide sorolják, amit úgy hívnak nagyon csúnya szóval, hogy motoros agitáció, ez gyakorlatilag egy állandó nyugtalanság, mozgáskényszer, két lehet lefordítani. Igen, mert a konfliktusát, ugye minél intelligensebb vagyunk, annál több programot indítunk, megélt ehhez egy motoros konfliktust is, amikor azt élte meg, teszem azt, elhagyta a párja, vagy éppenséggel inflagrantit találta a férjét, a szomszédasszonnyal a hálószobában. És akkor mi van? Hát megélte azt, hogy két fenékkel tudta volna a seggbe rúgni, bocsánat, a
mind a kettőt, de jó nevelt úriasszonyként ezt nem tette meg, kivert egy nagy heppet, mindenki menekült, amerre látott, de ez a program, hogy szét tudnám rúgni a fenekét, ez még mindig ott van, és motoros konfliktusként rándatózik a lába, és éjszaka erre azt fogják mondani, hogy nyugtalan lábszindrómája van. Ugyancsak a depresszióhoz sorolják ennek a teljes ellentétét, a lelassultság érzését. Jó, természetesen mindenkinek a saját megélése az egyetlen valóság, ezt nem véletlenül vetítettem ki. Tehát amikor viszont azt éli meg, hogy a látványtól teljesen leblokkolt, hogy köpni, nyelni nem tudott, azt se tudta, hogy ki menjen, vagy merre menjen. Tehát képtelen voltam eldönteni, hogy most mi a megfelelő lépés, akkor még mindig ott áll és várja az izom, az agyi parancsot, hogy most menjek, vagy nem menjek. Tehát amikor leblokkol engem a mozdulatban az, ami történt, akkor jön ez a dolog, hogy lelassul az egész dolog, az egész mozgás. Ha mondjuk egy olyan falat konfliktusról beszélek, hogy túl lassú vagyok a falat elkapásáért, és ez egy pajzsmirigy program. Igen. Végre elkapom, de nem azt az, megkapom azt, amire vágyom. Így és az. Aztán ezt elvesztem, és ettől vagyok depressziós. Depressziós, nem csak depresszív, csak szomorú vagyok. Csak szomorú vagyok, de nem depressziós. Tehát amikor valamit elvesztek, amiről úgy gondoltam, hogy az enyém, kérdés, hogy ennek milyen súlya van. Mert hogyha az az enyém, tehát birtokolom, és itt komoly dolgokról van szó, tehát a birtok kategóriába azok a dolgok tartoznak, amelyek nekem kellenek a túléléshez. Tehát most, bocsánat, de ha elvesztettem zsebkendőmet, akkor eztől nem lesz még birtokom. Nagyobb dologra gondoljunk, tehát egy munkahely elvesztése, mert nem voltam elég gyors a munkahelyemen, igen. Ez már birtokzónás elvesztés, és természetesen ott marad a pajzsmirigy program is. De azért lesz egy depressziós, mert a birtokvesztés konfliktusa becsapódott nekem a férfias birtokzónába, és a nőies depresszív oldal maradt szabadon. Mi van akkor, hogyha a depressziót még fáradtsággal, vagy energiahiányjal, energikus állapottal kötik össze? Ennek mi a magyarázata? Hát akkor én hozom a következő képet, hogy bonyolítsuk a megértést, de talán egyszerűbb lesz megérteni, mert itt látható az agytörzs, a kisagy, a fehérállomány és az agykéregnek a Hammeri ábrázolása. Tehát ha fáradtságot érzek, akkor nyilván az önleértékeléssel kapcsolatos programom van. Ugye utaltam arra, hogy a túlhajszoltság az tönkreteszi a szívünket, és ennek a jele az lesz, hogy már nem bírok annyit, mint eddig, kifulladok. Sőt, mikor már a kifulladás leállít engem a megfelelési kényszerben, a megoldásban, még jobban fulladok. És akkor kétségbe esek, hogy lám, pihenek, és még rosszabbul vagyok, mint voltam. Na de a megfelelési kényszert mi indította be? Egy birtokzónás konfliktus, jobboldali piros mező, tessék válogatni, hogy mi. A megfelelési kényszerre viszont az emberi psziché az értéktelenség érzetét hozza be, vagyis azt az önleértékelést, amely néha olyan mértékű a helyzettel szemben túlbecsült önvádat, bűntudatot hoz elő, ami szintén a depresszió egyik tünete. Ide tartozik a lelkiismeretfurdalás vagy bűntudat, igen. Káros mérték, inadekvált helyzeten, tehát túlbecsülő módon való érzete. Itt van a csökkent gondolkodás folyamata. Stop, légy szíves, itt most hadd magyarázzam. Tehát amikor a csökkent gondolkodás folyamatáról beszélünk, akkor van egy elválasztási konfliktusom. Ez nem birtokzónás. De valakitől elszakadtam. Oké, nem tudtam megoldani, ez már a gondolkodási, tehát a memória készletemet fogja felemészteni. Tudjuk, hogy megtörténik az abszansz az epileptoid krízisben. Emlékezett kiesés, hogy konkrétan fogalmazza, rövid memória zavarok a konfliktus aktív szakaszban.
Tehát van egy elválasztási konfliktusom, már ettől szomorú vagyok. Ha a birtokomtól választottam el, mert az én drága gyermekem, anyám, bárki, lelépett, akkor már birtokvesztés is benne van. Akkor már benne van a birtokvesztés is, ha birtokomnak tekintettem, de legyen csak elválasztás, és nem birtokvesztés, csak vesztességkonfliktus, de ez még mindig nem tud engem boldogítani. Hmm. De ez nem depresszió, csak szomorú hangulat. Értsük meg. Jaj, de jó, és ez csak annyit jelent, hogy most kicsit szomorkás a hangulatom máma. Ez egy nagyon jó sláger, le fogom játszani. Szóval, amikor viszont azért, hogy ezt megoldjam, ezért túlhajszolom magam megfelelési kényszerből, és jön a fáradtságérzet, és akkor szomorú vagyok, és fáradt is vagyok. De ez nem depresszió. De azért mondjam, hogy tisztázok, hogy a depresszió fogalmában az tartozik bele, amikor jobb oldalt, ott a birtokzónán belül a megfelelő konfliktusok sínre kerülnek. És minden olyan konfliktus, ami lezárja a férfias birtokzónába becsapódott konfliktustartalmat, az mind depresszív hangulatot, illetve depressziót fog létrehozni, attól függően, hogy mennyire erősen éli meg az illető ezt a történetet. És akkor itt érje ki arra, hogy egy nő endogén depresszióba belepottyanhat felnőtt korába is, nem csak tinédzser korába, mert sínre kerül mondjuk egy olyan konfliktusa egy balkezes nőnek, ami szexuális jellegű volt, lezárta a férfias birtokzónát, és ő most éppen a legmélyebb depresszióban van. Vagy megél egy olyan súlyos konfliktust, amiben nem csak egy szexuális konfliktus van, hanem benne van a bosszankodás is, meg a rémületfélelem. Na most ezt egyszerre megéli egy balkezes nő, akkor egyszerre három relét fog lezárni a férfias birtokzónába, totálisan depresszív lesz az illető. Mondhatjuk erre egy példát? Mondja. Hogy legyen gyerek, mert így a rémületfélelmemet is megoldottam, hogy látom. Igen. Ugye van egy szexuális konfliktus, van egy bosszankodás, mit mondtál még? Rémületfélelem. És rémületfélelem. Képzeljünk el egy házas párt, ahol meghozzák a nagy döntést, hogy elköltözünk. De elköltözünk egy olyan idegen helyre, ahol semmilyen ismerősünk nincs. Igen. A férfi jól érzi ott magát, de a nő nem. Nem ismer semmit, nem találja a termékeket, nem ugyanazok a kisboltok, nem ugyanazok a távolságok. Fogalma sincs, hogy kihez tudna segítségért fordulni. Még akkor is, ha nem szokása, tehát még itt nem a szomszédolás hiánya van, hanem az a teljes elvesztődés. Elvesztem az új környezetbe. Ha van egy rémület félelme, hogy fú, hogy fogok én itt boldogulni, hogy fogom ezt itt megszokni. Igen. Ugye új zajok, új helyek, ránk nőkre azért jellemző, hogy kicsit nyuszibbak szoktunk lenni a férfiaknál, minden új változás az meg, jobban megvisel bennünket. Hát igen, de. És van egy rémület félelem, például a szomszéd bekopog, hogy ne tessék haragudni, de itt ilyen szabályok vannak. Igen. Kötni nyelni nem tud, alig, hogy beköltözött már és jött a szomszéd. Rászólnak, hogy az udvaron nem dohányzunk. Hogy akár ez, vagy kritizálják a megjelenését, viselkedését, hogy kell a szemetesbe betenni az acskot. Tehát ismerünk ilyen helyzeteket. Ja, vannak kötekedő emberek. Így kezdeni egy beszélgetést, vagy egy kapcsolatot nehéz, tehát van egy rémület félelem, hova épp baj lesz. Lehet egy bosszankodás, már fel megeszi, hát azért ne a szomszéd irányítsa már az életem befolyásolását, de bosszanthat az is például nőként, hogy a férjem marha jól érzi magát ott, ahol én nem. Itt ez három különböző konfliktus, és mikor ezek egymás után csapódnak be, akkor az elmondott sorrendbe fognak becsapódni. Tehát akkor az egyik ide, a másik oda, a harmadik amoda csapódik. Aha.
itt arról beszélek, amikor egyetlen helyzetbe élek meg egyszerre három konfliktust, az ugyanarra az oldalra csapódik be. Nézzük meg a Hammer doktor anyagából készült webkonferencia anyagokat, pontosan a viselkedésváltozások, skizofrén történetek. Nézzük meg a spontán bűnözésről szóló webkonferencia anyagot. Ott ilyenekről van szó, hogy egyszerre mit élt meg, és ezért változott meg a viselkedése egyik pillanatról a másikra. Lehet ez egy ugyanaz a történet három megéléssel. Igen, ez az, ami durván egy egész oldalt le tud csapni, és innentől válik valakinek a viselkedése, tehát a hangulata teljesen depressziós hangulatban megy át. Azért ne felejtsük el, hogy a szexuális becsapódások megváltoztatják a szexuális viselkedésünket is. Tehát, hogyha egy nőnek, egy jobbkezes nőnek, igen, a női birtokzónában, a szexuális konfliktusán kívül becsapódik a bosszankodás, a területkijelölés egyszerre, akkor ne csodálkozzunk, hogy ez a nő, ez mondjuk kislánykorában éli meg, akkor serdülő korától már rövid hajjal, farmernadrágba jár, leszorítja a mellét, és ő fiúvá akar válni. Tehát ezek a konfliktusok is, de könyörgöm, ezek... Innen értető volt a libidó csökkenése például ezekben az állapotokban. Teljes mértékben, igen. Nagyon köszönöm, Karesz, a precizitást. Azért is fontos, mert az volt a célom, hogy a hiteket, a tévhiteket, a mítoszokat tegyük helyre ezekkel a témákkal kapcsolatban. Jajon, nagyon-nagyon jók voltak a kérdések, mert ezek gyakorlati kérdések voltak, és hát ha az akadémikus tudást veszük elő, akkor igen, meg kell találjuk a kapcsolódási pontokat az akadémikus tudás és hát a germán gyógytudomány logikája között. Nos, ez a kép, ez valójában, tehát kimutatja, hogy a konstelláció az nem csak az agykérgi szinten, hanem fehérállomány, kisagy és agytörzsi szinten is létre tud jönni, mindegyik más-más viselkedést fog okozni. Ugye az agybelői szinten jön a megalomán konstelláció, a mindenkinél mindent jobban tudó valaki, a kisagyi szinten jön a teljes érzelmi kiégés állapota, és amint már említettem, az agytörzsi szinten a legelső kép az ugye a teljes elveszettség viselkedés változását fogja létrehozni. De ez is minden esetben a túlélés szolgálja. Na most akkor kapaszkodjunk. Pszichózis csak akkor lép fel, ha mind a két góc egyszerre aktív. Ez a pszichózisnak a lényege, a skizofrénia viszont az, amikor a dolgok billennek, tehát egy tudathasadásos állapot, egyszer így viselkedem, egyszer meg úgy viselkedem. De akit ez részletesebben érdekel, azért van megoldás, itt van ez a könyv, amit tavaly május 17-én Hammer doktor születésnapján mutattunk be, pszichózisok és viselkedésváltozások a germán gyógytudomány fényében. A könyv megrendelhető az új weblapon keresztül is, és természetesen én azt gondolom, hogy aki ebben a témában jobban el akar mélyedni, és nem csak a depressziót akarja megérteni, hanem egyéb viselkedés változásokat is, annak igen jó útmutatást fog adni abban, hogy tájékozódjon ilyen esetben. Na, mit lehet tenni a megoldásért? Azon túl, hogy az javasolt sorrendben ugye feltárjuk a problémákat, és amit mondtam, hogy részletes anamnézis, mi volt az első, mi volt a második, a kettő közt mennyi idő telt el, ez nagyon-nagyon lényeges kérdés, és a többi, és a többi. Most itt van a My Student and Mayhem, ami látjuk a könyv borítóján is, leállítja a pánikot, a rákot és a pszichózist. A My Student and Mayhem a Gyakorlatban című előadást ajánlom mindenkinek megtekintésre. Ott látjuk a baloldali két képet, az eredeti dolnak a hangmérnöki kielemzését, és a YouTube-on ingyen letölthető 432 herces változatnak az elrondított és meghamisított változatát,
én mindig felhívom a figyelmet mindig, hogy semmit a YouTube-ról ne tessenek letölteni, ami Hammeri zene, az eredetit mindenki megkaphatja tőlünk, akit érdekel. My Student and Mayhemről csak annyit, hogy a konfliktus aktív szakaszban, amikor vagyok, tehát amikor éppen depresszív a hangulatom, kicsit szomorkás a hangulatom, már hallgatom a My Student and Mayhem, és ha a birtokzónás konfliktus tömeget, amint látjuk, letranszformálja. Tehát a tömeg nem lesz leállítva, csak letranszformálva. Aminek az a jelentősége, amint látjuk, hogy a megoldást követő fázisban az epileptoid krízis szinte észrevehetetlen. A többi konfliktusnál, tehát az endodermális, mezodermális, tehát falat konfliktus, támadás, gondozás, leértékelés. Ha itt hallgatjuk konfliktus aktív szakaszban, ott teljesen leállítja a szöveteknek a továbbépítését, vagy a szöveteknek a tovább lebontását szervi szinten, ha hajlandók vagyunk hallgatni ezt a dallamot, természetesen nagyon halkan és folyamatosan éjjel-nappal, otthon mindenképpen, de nem fogja a dallam helyettünk megoldani a programot. A dallam nem azért van, hogy helyettem lezárja a programot, a dallam azért van, hogy segítsen biológiai szinten nekem megoldani, befejezni a programot, illetve segítsen abban, hogy álomban ne törjön rám az álom, és ne legyen újabb és újabb programom, tehát konfliktus recidívám álom alatt. És ajánlom mindenkinek Hammer doktor énekét nagy szeretettel. Seid mich im Mut geküsst. Seit damals wir beide Studenten waren und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Mädchen, mein Mädchen und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Nos, amikor a megoldást követő fázisban kezdjük hallgatni ezt a dallamot, akkor láthatjuk, hogy mit tud csinálni ez a dallam. Hát az lesz a lényege ennek az egésznek, hogy a exudatív fázist az epileptoid krízisen keresztül áttolja a hegesedési fázisba, vagyis optimalizálja a gyógyulási időt, és ugyanakkor az epileptoid krízis tüneteit felülírja. Ami nagyon lényeges kérdés, hogy megakadályozza a recidívákat. Ki tudja vezetni az elakadt gyógyulásokat, amelyek ugye itt a megoldási fázisban akadtak el. Nyilvánvaló, hogy az optikai sínek itt sem fogják kímélni az embert, vagyis leállítják a dallam hatását, aztán utána természetesen újra beindul. Most a kórust hallgassuk meg. Mai előadásban igyekeztem összegyűjteni azokat a dolgokat, amelyek főleg a depresszióra vonatkozó ismeretek, de némi alapszintű tudást kellett adnom hozzá, hogy ezt egyáltalán megértsük. Remélem mindenki számára érthető, hogy a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások fogják meghatározni, hogy kinek hány
programja fut, meg hogy az éppenséggel konfliktus aktív vagy megoldás követő fázisban van, és a fel nem oldott lelki, érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával fogjuk a valós okokat helyretenni. Nagyon köszönöm neked, Karesz, hogy ilyen részletesen is precízen elmondtad, és azt hiszem, hogy azok, akik az emberek segítésével foglalkoznak, azok most már egy tágabb képet láttak a depresszió különböző megnyilvánulási formáiról. Nagyon köszönöm, hogy kitértél az endogén állapotra, ez nagyon jó volt, illetve választ kaptunk, hogy mi az unipoláris és a bipoláris depresszió állapota, hogy jobbkezes vagy balkezesről van szó. Így már érthetőek a depressziós és mániás szakaszok. Pontosan. És nagyon-nagyon köszönöm, Karesz, hogy a legapróbb hajszálgyökerekig is lementél, és remélem, hogy mindazok, akik ebben a témában érintettek, bármilyen szinten, megismerik a germán gyógytudományt, nem csak ebből a webkonferenciából, hanem mondjuk részt vesznek egy ilyen háromnapos képzésen, akár online, akár személyes részvétellel, és meggyőződnek arról, hogy a germán gyógytudomány tényleg egy tudomány, ennek a mindhárom kritériumát teljesíti, vagyis reprodukálható bármilyen körülmény között, bárhol a világon ugyanígy történik mindenütt, összehasonlítható, tehát nem refajra, korra való tekintet nélkül, és előre jelezhető, hiszen ha tudjuk, hogy mi volt a DHS, akkor tudjuk az értelmes biológiai különprogramnak is a lefolyását. Nagyon-nagyon fontos volt számomra, és ezt szeretném kiemelni, nagyon fontos volt az, hogy mindvégig az érzelmi feloldásról, az érzelmi megoldásról beszéltél, és nagyon-nagyon köszönöm neked azt, hogy kiemelted azt, hogy nem elég a DHS-t megismerni, nem elég az okokat feltárni, hanem ezeknek a valós és teljes megoldására kell törekednünk, úgy, hogy megváltoztatjuk a hozzáállásunkat, megváltoztatjuk a világról alkotott képünket, akár azzal, hogy elmélyedünk a saját testünk megismerésében, a saját testünk működésének megismerésében, és a mai webkonfliban azt tetszett a leginkább, Karesz, hogy nem csupán a szervek szintjét foglaltad össze, hanem a viselkedés változásokban nagyon mélyen és őszintén betekintést nyerhettünk. Remélem, hogy mindenkinek meghozza ez a webkonferencia a válaszait, és ha a válaszoknál tartunk, akkor arra kérek mindenkit, hogy a most következő fórumban először a témával kapcsolatos kérdéseket tegyék fel, amikor elfogytak ehhez a témához kötődő kérdések, akkor lehet más témakörben is kérdezni.